uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek az év utolsó munkanapján. Nekünk, reméljük mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Szívetekbe költözön áldás, kegyelem teljes karácsony. Már költözik. Boldog, békés, kegyelem, kegyelem teljes karácsony. Ja, mindenki más költöző ki. Karácsonyi szeretet. Költözöm be. Nagyon jó. Hát itt van a Last Christmas. A múlt héten mondtuk, hogy karácsony nincsen Last Christmas. Hogy utálom? Ja, Istenem. Miért? Egy direkt jó feldolgozást tettünk. Kaszkada. Persze. Egy jó kaszkada nélkül nem indulhat a reggelem. Egy kaszkada, nem? Kik ők, vagy mi ez a here, hogy kaszkada? Kaszkada a zenekar, szerintem az lehet. Igen? Ha valami. De ki ők? Kevésbé ismert, hogy hívják a spanyol gyümölcsból már. Igen, soha nem volt semmiük, ezt a dalt jó feldolgoztak, és ezek híresek. Ez az egy karácsonyi zenénk volt, csak szólok, aztán is sütöttük, úgyhogy így van. Juhéj. Ennyi volt? Andrew meg George meg mindig örül neki, hogyha egy kicsit így csörög a kasz a karácsony környékén. Itt érdekes lenne megtudni azt, hogy ki kaphat a legtöbb jogdíjat az én karácsonyi dal. Ők, ugye? Igaz, hogy ezért a dalért. Szerintem ezt a legtöbbet lejátszott dal kategóriában ez van. Ez a Last Christmas? Ez a nóta. Nem rossz egyébként. Hát így egy évben egyszer pont belefér. Olyan fura volt már bejönni, mi már annyit karácsonyoztunk hétvégén, már ilyen vendégek voltak nálunk, meg mi is vendégségben voltunk, meg fú, nekem már annyira ilyen ünnepi hangulatom volt, megérkeztem, úgyhogy... Nem itt van minden áll. Nem, már voltunk vendégségben, meg nálunk is voltak, már fa még nem áll. De már olyan fura volt. Tegnap ajándékoztunk azokkal, akikkel nem találkozunk, elutaznak, úgyhogy... De ez már... Ja, azt hittem, hogy akkor tavalyi, vagy már előtt. Nem, elég sokan voltunk olyan menésben, akik már elmennek síelni, és már nem találkozunk többet velük, és ezért tegnap már nagy lebédelés, nem kötöttek biztosítást. Soha többet nem látom. Csak oda mennek, vissza nem jönnek. És nem is értem, hogy miért nem vettük ezt a 23-án. Hát én már szombaton kezdtem így teljesen lefűzni, és én is ugyanezzel a furcsa érzéssel indultam el ma reggel, hogy mondom, de most tényleg be kell menni? Hát, na jó. Ugye, oké, hogy már olyan karácsony volt, kevés autó van, nagyon kevesen vannak az utakon. Pár üzletben is volt zárva, például a határúta, meg itt a Népligetnél is. Most reggel? Igen. Ja, de egyébként igen. Itt vaszoktak. És egyébként meg a Gapszoló. Tegnap volt a utolsó adventi vasárnap, ugye aranyvasárnap, senki nem volt állítólag az üzletekben, volt, az összes iradó erről szólt, csend, nyugalom, béke van. Na, majd ma, meg holnap, majd figyelj, az utolsó roham. Uh-huh. Voltam én plázában tegnap. És? Előtt nem volt vészes. Aha, mindenki ezt mondja. Nem volt vészes. Csendes vasárnapi forgalom volt. Barátom, voltunk, kajáltunk egyet, meg ott jöttünk, mentünk, vettünk egy-két dolgot, de nem, egészen az tűrhető jó volt, úgyhogy nem volt durva. Én még ma megyek, úgyhogy remélem. Vigyázzatok, nem emberek! Lesz, igen, ha elmegyek a 800 forintos kártya. Tudatos kivárás, hát ha becsúszik egy leértékelés, vagy csak... Vigyázz, persze. Nem, de még az utolsó pillanatban még jöttek kívánságok innen, onnan, úgyhogy... Milyen nagy ajándékvásárló lettél idén? Na, hát most igen, kitettem magamért. Igen? Nem költök többet, csak többre. Igen, tehát több felé oszlik. Nem költesz többet, csak sok picit veszel, és igen, ezáltal majd többnek néz ki. De érezték az a bátorságot, hogy még kérhetnek? Vagy honnan ez a nagy akarat? Hát... Biztattad őket, hogy írjatok még a Jézuskát? Nem tudom, hogy érte őket. Jövünk ki a télből, másik jó hír. Képzeljétek, hát, érzitek? Hát... Hosszabbodik. Figyelj, most volt, szombaton volt a téli napforduló, innentől kezdve már kifelé megyünk. Igen, ha látom, már tereng. Valahol. Rövidülnek az éjszakák. Ja, hogy úgy? Úgy jövünk ki. 13 fok lesz karácsonykor, érted? 13, hogy? Majd figyelj a márciust. Az ja, végünk van. Meg a februárt, akkor nem leszek itthon, de majd figyelem nektek, hogy milyen idő van. Hát abból ne vonjál a következtetéseket, hogy ott milyen idő lesz, ahol ott nagyon meleg lesz, de majd mindig megnézem a kis telefonom, hogy milyen idő van. Figyeld meg, hogy egyszerűen kitolódott ez is. Tehát ahogy ugye a nyár is kitolódott november eleje, október vége, úgy a téli is, az nem decemberben van tél, hanem ez a február-március környékén lesz, hogy megint olyan idő, csúszik a nyár, tehát minden megy egy kicsit arrébb, egy jó egy hónapot minden arrébb ment. Másfél hónapot szerintem. Nem? Uh-huh. Hát október végén mi volt, vagy november elején még bejött ez a jó idő. Jó idő. Jó idő volt. Két hét múlva itt volt a tél, aztán most jön a 10 fok, ennek februárban majd meg lesz. Igen. Meg lesz a bőtje. Hát tudjuk, hogy mi volt idén márciusban, úgyhogy reméljük, hogy az nem ismétlődik. Na gyerekek, moziban voltam, most bepotolok minden szépen lassanként.
Visszaadom az éves letöltéseimet, és most eljárkálok moziba. Megnézted a Terminátor 2-t? Nem, a King Kongon. De az eredeti. Igen, az nagyon fura volt. Az Empire State Building tetején egy fekve-fehér majom. Nem, van egy jó, most jön egy Leonardo DiCaprio, a film, van egy Martin Scorsese film. Viszonyat jó van filmet egy Ridley Scott film. A Wolf farkasa. Igen. Ez a Ridley Scott film, a jogász, az se rossz, de nem azt nézi meg a Philips kapitány, vagy Philips, vagy Philips, vagy Samsung, vagy... Nem, de hogy... Milyen kapitány, vagy Samsung kapitány? Pilks. Siemens ezredes. Igen. Szóval nem, Philips, azt hiszem Philips Tom kapitány. Hanks. Fú, gyerekek. Jó volt? Jó. Iszonyú nyomasztó? Nem volt jó. Nem. Erről a szomáliai kalózokról szólnak, akik elrabolnak egy 40 ezer tonnás tankerhajót, vagy mint egy ilyen konténerszállító halót, négy szomáliai horgász, egy AK-47-esen megcsakjáz egy ilyen hatalmas nagy tankerhajót, fölraknak rá egy létrát, átmennek, és túlszul ejtik ott a kapitányt, meg mindenkit. És ott két óráig megy a vacilálás. Na mindegy, az egészből az a tanulság, hogy amerikai a kapitány, szomáliai vizeken hajóznak, Afrika keleti partjainál, kalózos övezetben. És leadják a segélyhívást, és hát jönnek az amerikaiak. És ők úgy jönnek, megérkeznek a hadihajóval, megérkeznek vízé a szílegységgel, ledobják őket helikopterrel, megjön két kisanyahajó, egy cirkáló, egy szem hajós kapitányért. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy úgy bajonítom, mi lenne, ha valahol, nem tudom, külföldön szolgálatteljesítés közben egy magyart fog gyülejtenének. Megjöttek, hozz ki hozzá. Ne sérj már meg a teket. Halló. Korhá reggel érted, Szentesten ügyek közül, te meg itt beszólsz a teknek. Kövér László a parlamentben felszólalna, mindent megteszünk, érdekében hazahozzuk. Érted, ők szílegységeket dobtak le. Megtörtént a eset alapján van ez a Philips kapitány. 6 darab szíles leszállt, megérkezett egy kis cirkáló, megérkezett 3 helikopter, és letárgyalták Philips kapitány életét a 4 szomáliai kalózzal. De olyan hadserege vonultak föl, hát pörháborúban nem állomásoztak ennyien, így a második világháborúban. Náluk is ugyanúgy értük mennének. Érted, oda menni valaki, a házelnök úr az alaksorban az egyik karbantartó beszorulta, vagy itt végbe. Azon, na mentselek ki mindenkit, hozzal, aki senkit nem hagyunk ott. Szóval elképesztő, hogy mozdul az amerikai hadsereg, hogy amerikairól van szó, ha ez valóban így történt. Nem mondom el, hogy mi a vége, mert nem akarom ellőni, mert ez tényleg genyes dolog lenne, úgyhogy nem teszem meg. De érdekes volt azért azt látni, hogy egy hajós kapitány, az igazán semmi érdekes. Egyedül volt a hajónak? Kapitány. Nem, kézzel, volt egy csomóan, csak nincs fegyverük. Nem, akkor volt a hajó, hogy ritkán találkoztak. Aha. Egy ilyen rohadt nagy konténer szállítót üldöz egy ilyen kis... Egy rocsó. Azzal mennek. Soha nem igen, értettem csak... egyébként. Áj, vagy lövünk! Mit mond? Áj, vagy lövünk! Mindegy, hagyjuk. Vízsugarakkal lövik őket a bálnavadászok, ugye, hogy ne tudjanak közel menni a hajóhoz. Tehát egészen közel mennek, átdobnak egy létrát, átmásznak, kettőt belelülnek a levegőbe, és ott vannak fegyver nélkül, nem tudnak semmit csinálni, elfoglaltak, pillanatokat elfoglalják a hajót. Egyébként miért nem lenne olcsóbb egy fegyveres őrt adni minden hajóra, mint hogy utána a komplett amerikai hadsereget riasztani a szomáliai partokhoz, azt nem tudom. De érdekes volt, hogy... Megmenekültek. Á, nem mondom el, mert az csúnya dolog lenne. Ez egy régi film, már most legalább 3 hónapja moziban van, de én múltkor is hoztam magam, valaki előtte a Homelandnek a végét, úgyhogy most akkor fogom elmondani. Igen, én is köszönöm szépen egyébként, hogy a Walking Dead-nek a végét nem jó valaki felség leszpoilerezte. Igen, de nem megnéztem egyébként pénteken, és megértem még így is, úgyhogy én visszatérve egy picit erre a Tom Hanks-es történetre, azóta már természetesen már lenyilatkozták néhányan, akiknek közük volt az eset, ez, hogy nem így, nem, de hogy akkor biztos nem kapna érte Oscar jelölést. Tehát ugye nem egészen így történtek a dolgok, ahogy azt láthatjuk a filmben, de igen. De nyilván így egy picit így jobban néz ki a dolog. Mit tudom, nem balról támadták meg, ahogy nem jobbról? Jobban, igen, nem négyen voltak, hanem és nem AK-47-es, hanem AK-64. Csak pontosan. És nem egy foga hiányzott a szomályon, hanem kettő. Igen. Na mindegy, ezek egyébként halászok, tök durva. Kizavarják őket a tengerre. Nem kiket a szomáliaiakat? Igen. Tehát nem jöhetsz haza, drága fiam, ha nem hozol egy amerikai tankert. Vagy tokhalat hozol, vagy tankert. Vagy ezt a kettőt. Bocsánat, csak lenyom. Vannak ezek a hadurak, akik nem mennek ki a vízre, kizavarják ezeket a halászokat, 5000 dollárt kapnak, 3 és épp hogy eltartják a családjukat, azok meg milliómosként élnek. Kicsit utána olvastam ennek a sztorinak, nagyon érdekes. Különböző hadurak uralják Szomália azon részét, ahol kalózkodnak, és ők nem mennek ki a vízre. Csodálnak, hogy most vagy ilyen hal a családod, vagy kimész és hozol valamit. Aha. És kiküldik őket. Halászok. Sima halászok, akik kalózkodnak, mert nincs más a lehetőségük. Nagyon érdekes.
kemény. Ebből élnek, ja. Eladják használt áron a vasat? Vagy? Nem, ugye pénzt fölmennek a hajóra, pénzt szednek, meg túszokat ejtenek, és letárgyalják. Aha, és tehát nekik a hajó nem is kell meg az Nem olaj. Tudnak a hajóval mit csinálni, meg az olaj, semmit nem tudnak csinálni. A túsz tárgyalás zajlik. Úgyhogy mondom, törlesztettem egy kicsit, mert annyi filmet töltöttem le idén. Természetesen nem tárolok semmit a Winchester-en, úgyhogy ne gyertek hozzám. Itt semmit nem adom tovább. Azonnal megsemmisítem, igen. Megnézem a filmet, és elfüstöl, mint a Mission Impossible-ből. De most elhatároztam, hogy kicsit fogok törleszteni és moziba járni. Hát most rengeteg jó film jön be egyébként. Egy részük már benne is van, mint például ugye az új Hobbit film. Én meg azt nem látom, most ezt mindenképpen az ünnepek alatt meg akarom nézni. Az az, ami ki fog maradni. Nagyon-nagyon-nagyon dicsérik. Jó, biztos jó, nagyon jó csinálva. Az előző sétálgatóshoz képest azt mondják, hogy sokkal többen, az akció sokkal sötétebb tónusai vannak, a filmek sokkal izgisebb. Bármikor kapcsolok, ezek mindig mennek valahol. Hát mert az a sztori, hogy el kell jutni A-ból B-be azon a rajgyűrűvel. Ez miért nem tudnak a senyükön ülni ezek a törpék? Ezek vonulnak állandóan ott össze-vissza, hát tessék ülni a feneke, de minek kajtatni állandóan? Üljél le! Nem lesz film, hogy páfrány nevelnek az erdőben. Enteket meccenek. Nem az a, nem az a sztori? Nem, az nem, a baj és a páfrány. Ja, tudtam, hogy keverem valamivel. Az egy picit Jurassic Park. Vagy meg törpék mennek a hófehérkével. Hát most az... Igen. Aztán az izére leszek még nagyon kíváncsi, az új Keanu Reeves filmre, a 47 Ronin-ra, annak irgalmatlan jó trailere van, ez is szintén egy ilyen fantasy film. Azt csinálták itt, nem? Emlékeztek, amikor be akartunk jutni? Én 47 Ronin-ról nem tudok, én a 47 Ronin tudom, de nem tudom, hogy milyen... Ronin. Hát, én nem tudom, milyen 47 Ronin. Ronin, azt itt csinálták, arra akartunk bejutni. Ja, jó. Én megnézem majd a 47 Ronin. Jó, de mi van Ronin-ra megyünk? Budapesten is a 47 Ronin. De tudod, mik azok a Roninok? Tudom. Uravesztett szamurájok. Na, tessék, még ezt is tudod. És a 47 Roninról egyébként tudsz a japán történelemből? Hogyne. Mert hogy ez egy megtörtént eset. Hogyne. Na, mi történt veled? Kicsit lelepült. 49-en voltak, de kettő lemaradt. 49-en voltak, és egyik rohadtul hasonlított Keanu Reeveshez. Megjöttek ott mindenféle árnyak. Ugye ez a film szerintem már maga a trailer megnézése után is az ember azt gondolja, hogy hopszi, ez nem lesz rossz. Aha. És nincs nekik uruk? De, nem. Azért mennek? Nem, az uruk vannak, az uruk. Így van, tudod, az a gyűrűk. De most ez a 47, akik Roninok lettek, azok azért mennek, hogy legyen egy új uruk? Nem, vagy... azokkal, ami bosszút állnak, valamilyen fél lények, meg szellemek ellen, de nagyon jó, mert van olyan sárkányok, kobold, tehát ilyen fantasy egy kicsit, de jó, komoly. Láttam a trailerét pont most a moziban. Uh-huh. Elég jó lesz. Akkor ez lesz a másik. Sorozatban nem tudom, hogy mit fogok nézni most, hogy kivégeztem a Homelandet, meg nézem a Trónok harcának az első évadját. Hát reszkesetek, betörök 1-2-3. Azt letöltöm magamnak, igen. Meg hát nagy kérdés ez, hogy a Leonardo kap-e végre Oscar-díjat. Most nem tudom, hogy miért jelölik, mert ebben az évben 3 olyan filmje is volt, ami iszonyatosan jó volt. Annak a csávónak én szerintem már így direkt, már csak így dafken. Nem bírják az akadémián, nem adnak neki. Olyan, mint a Bredő se kapott még. Csak jelölései voltak. De Leonardo se kapott még, igen. Túl jó szerintem, irigyek rá az akadémián. Na, ha a címbieiket állandóan megszórják, Tom Hanks, meg a Spielberget. Nézd meg már megint, milyen csajai vannak. Hát nézd meg az... Rohadt élet, ezt tőlem nem kap egy jelölést. Hát nézd meg az Avatarra, utálják a Cameront, ugye a Film Akadémián, nem, az Avatar nem is kapott legjobb, nem tudom, hangvágás, meg nem tudom, mit vitt el az Avatar, és annyira nagyon jó volt, és jelölték, nem tudom mennyire, egyet váltott valóra, vagy kettőt, az is a legjobb, mit tudom, ilyen patogatott kukorica kiszéve. Jutak államban, tehát egy ilyen nullákat váltott be. A Spielberget, a Tom Hanks, ezeket meg állandóan megszólják. Clint Eastwoodot, meg mindenkit. Mondjuk az öreg jó egyébként. Na mindegy, jó van. Csak karácsonyi zenéink lesznek ma? Hát, nem az volt? Nem, mondtam, hogy ez az első. Lement a jó napot, kérlek, több sűs beszerkeztem. Jó, mondjuk én ismerek olyan karácsonyi albumot, hogy szívesen hallgatok, ez a Twisted Christmas, a Twisted Christmas. Tényleg így van. Szerintem minden, adásba betéve nincs, tudunk keresgélni, de szinte reménytelen. Aha. Főleg azért, mert úgy láttam, hogy benn van. Mondom, hogy benn van. Mi? Benn van, majd megtaláljuk, benn van. Tegnap beled szerkesztve egy csomó. Karácsonyi dalaink lesznek ma, higgyétek el. Tényleg? Bizony. Ott lesz, jó lesz. Csak karácsonyi dalok, hogy mindenki hangulatba jöjjön. Tízig cseng a száncsengő. Persze. Jó az, nem? Mi hát egyszer... Jó, hát. Na, Billy Mac, az jó. Na, látod? Mondtam, hogy lesznek karácsonyi dalok. Hát nem hisztek nekem. Jaj, hát a Berecki színetár ajándék, de szép az. Hát már kinek? Egymásnak. Hát de Juventuson lesz. Hát majd átküldték neked is a playlistet. Ha majd lemegy a Juventuson, gyerekek, a Berecki színetár. Mindenki megvan az ajándékokkal, mindennel?
De hogy ne? Vége? Már csak a főzés, és megvagytok? Fa megvan? Minek főzünk, ilyenkor főznek mások. Az is igaz. Én még nem vettem fát, gyerekek. Milyen fát vegyek? Segítsetek. Zöldet. Zöldet? Aha. Az passzol ide. Juharral is megpróbálkozhatsz, a japán juharra például, de nem. Azt nem szeretik annyira. Mi vettünk? Normál. Megint megvettük a legcsúnyábbat. Normál, nem szúr, nem hullik. Most mit extrázol? Mm. Azt hallottam, hogy ez egy csomószor átvágnak. Így van. Vagy ha azt mondanak, nem, akkor Normandot. Norman? Normandiai. Vagy normandiai. Nekem nagyon... Sokan mondják Normannak. De, de nekem nagyon szimpatikusak a normanok is egyébként, meg úgy általában vikingek is, az északi népek mind. Igen. Azért Normant vegyél. De honnan tudom, hogy a Normand az Normand? Azt mondják, hogy ott vágnak át a legtöbbször, mert ott lehet nagyon lehúzni, és hogy van valami, ami nagyon hasonlít, de hogy közben hogy nekem mindegy, csak ne hújjam. Meg szép legyen, meg legyen talpa hullik. Faragva. Rájöttem, hogy a talp is olyan, mint a félpárzokni, minden évben eltűnik. Mi minden évben veszünk talpat, és sose találjuk az előző évesen. De nem lehet, hogy kidobod a fával együtt a végén? Egyébként az lehet. Lehet, nem tudom. Ti ilyen befaragottat vettetek? Talba, benne, kész? Nem, van, van talpunk. Talp. Ilyen becsavaros talp. Az. Mit olvastam a hétvégén? Mit olvastam? Könyvet. Szöveget. Nem. Egy nagyon jó cikket arról, hogy... Hát akkor nem tudjuk. Egyiket sem. Egy nagyon jó cikket arról, hogy a nem kivágott ültetett fenyő mennyivel többet szenved. Olvastátok? Nagyon érdekes cikk volt, mint az a fenyő, amit kivágnak. Képzeld el. Megyük át. Ugyanis a fenyők szenvedéshez ki lehet írt a tetszás az entek. Nem, igen. Hogy a hím nevű fenyők ugyanannyiba kerüljenek, mint a nő nevű fenyők. Nem, arról van szó, hogy igen. Azok a fenyők, amiket nem vágnak ki, hanem ültetve veszel meg, lemegy az ünnep, és visszaviszed, ahonnan vetted, mert aha. Te ugye nagyon véded a természetet, na, az sokkal rosszabb. És leírták, hogy mit él át a fenyő. Egy tök tudományos cikk volt, hogy mekkora stressz az neki, hogy a 0 fokról beviszed a 23 fokba, hogy elkezded díszíteni, hogy levágod az ágait, hogy ég rajta a csillagszóró, hogy mennyi minden fájdalmat él át, utána a 23 fokról megint átszoktatod a 0 fokba, ott a fele elpusztul, mert megszokták a meleget, és hogy mennyivel rosszabbat teszünk olyan fákkal, ugyanis 3 hétig kínzunk egy növényt. Tök érdekes volt. Mindjárt elsírom magam. De tényleg érdekes azt volt. És sírnak mert ugye, is? Nem, mert azt mondja, hogy van a 0 fokos fa, ott termelik. Mire átszoktatják őket, hogy majd jön a paraszt, beviszi a szobába, azok vagyunk most mi, nem arra mondom, aki ilyet vesz, hanem ugye az emberre, ott kap egy sokkot a fenyő, elkezd hullani, földíszítik, rángatják, gyerek meghúzza, stb. Meggyújtanak rajta egy csúszdíszt, belerakja, 3 héten keresztül nem öntözik, nem gondozzák, nem úgy, ott elkezd kiszáradni, majd a végén visszaviszik a hidegbe. És a fele nem éli túl. És sokkal többet szenved, mint azok, akiket kivágnak. Na, van meg. Akkor nagyon érdekes cikk volt, hogy aki fát véd, és aki védi a természetet, az ne csinálja ezt a fenyővel, mert sokkal jobban fáj a fenyőnek. Ugyanis ezek éreznek, hát nem véletlen érzi magát. Jól egy virág, rosszul egy virág, kezd el elpusztulni. Tök érdekes volt. És azt mondta, hogy ne csináljuk. Tehát ezeket a fákat arra termesztik, vágják ki, vedd meg, jövőre ültetnek újat, nem véded a környezetet. Ráadásul amennyi vegyszert, meg mit tudom, kell elhasználni, ezeket a fenyőket újra rendbe hozzák, sokkal többet ártunk a természetnek. Érdekes cikk volt, mert átküldöm nektek. Jó, mindenképpen. Van egy új e-mail cím. Spamkukac. Spamkukac, ne ide küld, úgy csavarsom át, .hu. Így van, ahogy ilyen levél szemét kukac. Nem, ez csak... Azt akarom mondani, hogy az ember néha önön egójától vezérelve már-már azt gondolja, hogy meghaladva a természetet, ő mennyire tud vigyázni a természetre. És magát megnyugtatja, de közben nem is gondolja át, és senki nem gondolta vele, hogy az mondjuk a fa kérte, hogy ezt csinálják vele. Uh-huh. Na most ezek a fák nem kérték. Nagyon durva cikk. Mi se kértük a Jánossal, hogy ilyen komoly műveket hallgassunk korra reggel. Gondolod, hogy mégis. Nevelgetnek, bevisznek a szobába, rátesznek csillagot, meggyújtanak, ott égsz, hülyén, fáj neked, leégetik a kis ujjadat, megtépik a hajadat, mindenféle szarokat akatnak rád, nem? Ott vagy benne a 23 fokban 0 fokról, majd kivágnak újra 0 fokra. Hát ezt ki szeretné? Hát biztos, hogy nem. Ugye? Én nem kedvelném. Én nem kedvelném. Én most egy inkább olvastam, a műfára szavazok. Hogy állítólag a homárok nagyon szeretik a lobogó vizet. Én például most. Kérik. És hogy elégedetten csettintenek, amikor beledobják ők. Mi sír? A languszta sír? Vagy melyik sír? Ja, állítólag igen. Amikor bedobják a forró vízbe, síró hangot adnak. Istenem, de milyen finom. Igen, finom, de szörnyű hangot ad. Na, mindegy, nem akarom senkinek elvenni a kedét, úgyhogy én kivágott fát veszek. A langusztától. De Normand? Vagy de Normandot? Normand. Mindenképpen Normand fát veszek.
Belemegyünk a mindenki mindent visz egy játékba? Persze. De menjünk. Akkor azt tartsunk 2 percig, jó? 2 perc? Legyen egy ilyen nagyon durva játék. Az nem gyenge. 2 perces játék. Gyenge. De akkor az év Uber giga csávója, aki viszi a bulit. Az univerzum királyáért. A galaxis királyáért, az univerzum királyáért. Aki ezt nyeri, az az év. Szurkolok neked. Nem, az év azért nem, mert az év a miénk már, de az univerzum még nem a miénk. Jó. Ja, jó. A Földön kívül minden terület. Jó? Ismert és ismeretlen terület a tietek lehet most. A mi ügy. Vagy az is a miénk. Az univerzum császára és a galaxis királya címért megy a játék. Jó. Jó. 2 percig tart majd, és brutális mészárlás. Jó, úgyhogy csak nagyon jó játékosok jelentkezzenek, hölgyek is, mert ritkában szoktak. Jó. Jó? És aki veszít, az Chuck Norris fenyőfáján csúcsidis lesz ebben az évben. Kérdés, hogy itt van-e Norbi velünk, hallgassuk meg, hogy Norbi itt van-e. Vágli. Hogy ne lenni? Jó, persze, van Norbi, itt van, minden oké. Mit csinálta hétvégén Norbi? Vágli. Na, hát, főztetek valamint? Vágli. És mit tettetek? Vágli. És mit dobtatok ki a szemétbe? Vágli. És mivel zuhányoztál? Vágli. Elkaptad a rékát hétvégén? Vágli. Mivel kaptad el? Vágli. És miből van idén karácsonykor szemérletlenül nagy bevételet? Vágli. Na hát, jó. Vágli. Hogy megy a biznisz? Jól megy? Vágli. Most elutaztatok, ugye, valahova? Vágli. Vittél magaddal? Mit? Vágli. De már csak mit szórakozunk jól, de nagyon szeretjük. Jól van, Norbi. Vágli. Fél hét van pontosan, lehet jelentkezni a játékra. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. 3-7 múlt, pontosan 4 perccel. Mindenkinek jó reggelt. Van itt valaki? Ha-ho. Ha-ho. Csak mi vagyunk? Még a másik oldalon. Csak mi vagyunk? Nincs nagyon senki. Na, nem nagyon látok autókat az utakon. Mindenki kivette már ezt a 23-át. Valahol gyülekeznek. Valamire készülnek. Nem, gyanúsak. Gyanúsak ők, nincsenek itt. Na, szóval az univerzum királyáért megy a harc? Bizony. A galaxis császáráért? Ez nem lesz egyszerű, srácok, ez az utolsó ebben az évben. Ajjajajajajaj, túlvállaltuk magunkat. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok! Hello, szia! Szia! Zsuzsi! Én Ági vagyok. Na jó. Hello! Ki vagy? Ági. Ági. Anna. Ági vagyok. Azt beszéltünk meg, hogy Zsuzsi legyen. Jó, mert Zsuzsi van nekem idejére. Ági vagyok. Jó van, Zsuzsi. Most már te, most már te Zsuzsi maradsz. Honnan jössz minket, Zsuzsi? Én Gyömrőről beszélek. Gyömrőd. Na, Maglód. Zsuzsi vagy Maglód. Zsuzsi Maglódról. Egyedül vagy otthon? Egyedül vagyok, igen. Szóval hányan vagytok akkor ott? Egyedül. Hogy egyedül? Mész dolgozni? Hát, vagy? Egyedül. Majd megyek éjszakára dolgozni. Mit csinálsz? Ápolónő vagyok. Szép. Az szép. Igen, már 34 éve. Atya Isten. Az egy komoly hivatás. Nagyon szép. Hát igen, szeretem nagyon, igen. Előre is elnézést, amiért megver valamelyikünk. Legyen így. De szerint. És mi lesz, ha ti kaptok ki? Hát akkor nagy baj. Hát akkor beégünk. Tudod, hogy miért megy a harc, Zsuzsi? Hallottam. Igen. Hallottam. Az univerzum császár nője lehet. Igen. Hú, hát az leszek, szuper lesz. Az ám. De az 2 perces a játék. 2 perces, tudom. Jó, ne bántsál azért. Az univerzum és a galaxis királyáért megy a harc. Egy 2 perces extra monstre adásban. Jó, Ági. Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam. Igen. Régóta vadásztál ránk? Igen. De ezt tudod, hogy egyébként azzal jár, hogy gyakorlatilag te leszel a harmadik, a jóisten Chuck Norris. Szentáromságban mi? Ja, és terjed a Facebookon az a Chuck Norris, hogy a repülők között spárgázik, láttatunk? Óriási. Na jól van, oké, Ági. Kivel szeretné játszani? Hát én a Balázsval szeretnék játszani.
Hújúj! Ajjaj! De biztos? Te ciki lesz ez neked jövőre, Balázs. Nagy a nyomás, gyerekek, nagy a nyomás. Akkor egy két perces, de akkor valahogy vegyük ki a Bennett, mert az egy percnél elkezd majd tapsolni. Úgy, nem baj, ezt tudod, hogy fél idő van. Fél idő, és akkor újraindítjuk, jó. Na jól van, Ági. Addig kimegyek, megcsinálom a kávémat. Egy két perces extra évértékelő, évzáró, mindent befejező, nagy csata. Jó? Ilyet még soha nem volt. Ilyet soha nem csináltuk még a Morning Show pályafutás alatt. Ahogy Balást elnézem, nem is fogunk többet. Bár bánja. Ne, hiba volt ebbe belemenni. Oké, okay. János, indítsd el az órát. Lassan, szépen lassan. 3. Én vagy még iszom egy teát, mire visszaszámolsz. 2. Felkészültél, Ági? Felkészültem, igen. Figyelj. Hol tartottam? Van. 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 És indul. Na jól van, itt vagyok. Én is itt vagyok. Akarsz kérdezni? Szeretnék. Na, figyelek. Úgy hallottam, hogy nagy gond még a karácsonyfa vásárlás. Valóban. Hogy az enyém már itt áll a nappaliban. Már megvetted? És gyönyörű, csodálatos, fel van díszítve. De hogy ilyen korán? Jött hozzánk a Jézuska. Mivel, hogy dolgozom, és a szerdai nap fér bele az időbe, hogy elkészüljünk. Kivel karácsonyozol majd, Ági? Hát én a barátommal karácsonyozom. Barátod? Barátommal. Mióta van barátod? Március óta van barátom, válóférben vagyok. A barátodtól? És a barátommal töltöm. A barátodtól válsz? A barátommal fogok karácsonyozni, Balázs. Ja, a barátoddal karácsony. Ez a nagy szerelem? Nagy szerelem. Mit vettél neki ajándékba? Hát egy részét már szerdán megkapta, de még van meglepetés a számára. Hallgatja ő is mindig a műsorotokat, úgyhogy ezt majd személyesen fogja megkapni. Ja, akkor persze, fogta most kiderülni. Most idetlenség lenne elmondani. Hány órát dolgozol, ha dolgozol? Milyen műszakban vagy? 12-t szoktam dolgozni. Ez fárasztó. Fárasztó. Hogyne. Fárasztó. De nagyon szeretem csinálni, imádom csinálni. Mióta vagy? Ha újból kezdeném, még egyszer ezt a szakmát választom. 34 éve csinálom te már. Jó Isten, 34 éve. Bizony. És abból több mint 23 évig csak éjszaka dolgoztam, képzeld el. Az még gombocból is sok, ugye? Sok. Rengeteg. De tudod, van három gyerekem, és mikor kezdték az óvodát, három iskolát, gyereked van? Három gyermekem, és van kettő unokám is, képzeld el. Unokám is van. Hát igen, most vagy. Na. Mindenségi. A jó Isten és Chuck Norris után te vagy az univerzum császárlója. Zsuzsi! Illetve Ági! Igen? Na, csak nem lett át a képet. De, olyan furán játszottam, nem tudtam vele mit kezdeni. Ennyit beszéltem, hogy lett át a képet. Igen. És akkor nyertem. Nyertél sajnos. Pedig Balázs még a baj esetén borítékot is feltépte, amiben egy cetli van. Kérdezd meg a gombócosat. Ez a gombóc Balázs nem jött össze. A gombóc volt a mindenfivő kérdés. Azt a végére tartogattam, hogy ez még gombócból is sok, ugye? Úristen, de boldog vagyok. Jó neked. Na, hát sajnálom, fiúk. Együtt de egész Magyarországért tettem. Az összes játékosért, hogy mi vagyunk az erősek. Bocsi. Hát jó, nem tudunk rá. De azért tudni. Nagyon kellemes ünnepeket kívánok nektek. Hát aranyosak nem lesz, jó? Vagytok. Hát nem lesz. Hát imádunk benneteket, minden reggel hallgatunk. Mi lesz velünk most két hétig, hogy nem lesztek? Hallgassatok hát, lesz Kossuth Rádiót. Kösz. Na jó van, hát. Reggeli krónikát, azt hallgassátok. Köszönjük szépen, jó? Most hogy csináljuk itt 10-ig műsort? Vidám, hangulatosan. Nagyon boldog, örömet szereztetek nekem. Nagyon boldog vagyok. Hát mi nem. Sziasztok. Most ne rázzál le bennünket. Persze, most már beszélsz, mi a játék. Jó, hát beszélgethetünk, tovább beszélhetek én még. Most már hogy felvágták a nyelvedet? Na, igen. Passzívoskodsz a játék alatt, mi? Ugye, passzív, majdnem passzív. Tudjátok, hogy remegtem? Hát remegtem, olyan ideges voltam. Passzív voltál.
Új játékot! Mi mondtad a... az ápolónő szót is. Igen? Hát a hajszer az a szakmám, az a hivatásom. Jó voltál? Jó van. Jó. Az univerzum és a galaxis királya vagy. Királynője. Elismerjük. Mit kezdenél egy ajándékcsomaggal? Minek az neked? Te vagy a legnagyobb. Nem, nem is küldjük. Kétosztom a családom, kösz gyerekek, unokák. Vagyunk mi sokan. Jó helyre megy. Ági, köszi a játékot! Na, én is köszönöm nektek, nagyon köszönöm. Sziasztok! Szép ünnepeket nektek, boldog új évet! Neked is, neked jó pihenést, pihenjétek ki magatokat! Neked is, ciao. Szia! Boldog karácsony! Hát most jó van, most mindent megtettem, gyerekek. Nem azt mondom, hogy életem játéka volt. Úgy érzed, hogy minden? Nem, megmondom, mi van. Három ember álmát elvel. Megmondom, mi van. Van az, hogy amikor olyan típusú játékosra játszol, ahogy valahogy nem talál, lepattansz róla, tudod, olyan kicsit lassú, kicsit fura, de nem passzív, de azért mondja, de nem tudod meginteni, és nem találsz rajta fogást. Most még nézted a gödrödet, vagy mit csinálsz? A gödrünket, ebből te sem mászol. Nem, mi játszottunk nem, a Jánossal? Mi játszottunk? Na jó, de hát föltettük egyre a koronát. Egy tétre tettük föl. Én tök profin stoppereztem. Na jó, hát nem mi vagyunk az univerzum királyai. Nem jó, óvjuk meg. Hát óvjuk meg, hogy passzív volt. Ha megtehetjük. Szegény beszélt végig. Visszajövjük, hogy Ági, megszavaztuk a hírek alatt. Nagyon sajnáljuk, de szörnyen passzív voltál. Mert egy csomó játszottak már gyömrölő ebből az évvel is például. Anna, hangonként össze tudsz vágni egy nemet? Egy nagyon passzív egy percet tegyél össze. Ahol megmutatjuk, hogy mit csinált Ági. Jó? Na, most egyet odaadtunk. Ki nyert több hetet? Mi? Ezt mondhatnak bármit, nem? Tehát, ennyi. Sovány vigaszt nektek. Nagy számok. Mellettünk van a izé. Na jó, gyerekek, bocs, hát nem tudtam hozni. 7 óra pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 11 perccel. Itt vagyunk. Hello, jó reggelt mindenkinek. Boldog karácsony. Kegyeletteljes. A kis Jézus simítsa végig a szárnyával a lelkedet. A kis angyal repüljön be az ablakon, és gyémánt port szórjon a fejed tetejére. Jó, elég. Nem, még egy se jött ilyen. Márhogy SMS? Majd holnap, kíváncsi vagyok, igen. Sólyom szemünk visszahallgatja a játékot. Hát, ha találunk egy kósza nemet valahol. Vagy egy félig elharapott igent. Nem, többen írják, hogy Ági kimondta, szerintem egyébként nem mondta ki. De elég sok jelzés érkezett, hogy nem vette meg a fát, meg nem lenne készen, vagy valami. Tehát hogy olyan, mintha kimondta volna, de Anna visszahallgatja, és jön az eredménye. Ha kimondta, bejátszuk, ha nem mondta ki, akkor végérvényesen odaadjuk. Hát a trón követelők, ugye, hát sokan szeretnének lenni az univerzum császára, illetve császárnője, és hát most megpróbálnak így rárepülni egy kicsit a trónra, megkérdőjelezni a jogosultságát, de attól félek, hogy ez elment. Mindegy. Végül is nem mi játszottunk Ferivel, úgyhogy ennyi. Nekünk könnyű. Ez elszaladt, ugye? Van. Persze, legyen nyugodt az álmod azért. Nyugodtan csak karácsony. Persze, csak így van, csak így menjetek, így vacsorázgatni, meg gondolgassátok az ajándékokat, de azért az ajándékok mögött azért ott van ez a csúfos kudarc. Legyen ott mindig. De vagy a Norbi mit mond erről? Vágli. Ha mit mondana mást? Vágli. Imádom ezt a Vágli. Na mi van, Anna? Van valamilyen eredmény? Semmi. Nem mondta ki? Nem. De vágjál úgy hallottam nemet. Még, hogy nem vetted meg egy előző a fát. Játékostól tegyél bele. Egy férfi nemet. Egy férfit. Hamis, nem tudsz valami egy nemet, csak úgy feltűnni, hogy mit tudnánk csinálni, hamisítanánk? Tegyél már bele egy nemet. Az se baj, nem női hang. Egy női hangból egy nemet keres már, és tegyél bele, és meg tudjuk mutatni, ha úgy akarnánk, Ági nem nyerte meg a játékot. Jó, vágjál már bele egy nemet valahonnan létszik. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, vagy mielőtt elkezdtetek játszani és beszélgetünk, ott mondott többször is igen. Igen. Mielőtt játszottunk volna azelőtt tényleg, mikor beszélgettünk, csak felmértük, hogy Zsuzsi, nem Zsuzsi, Ági, vágjál bele egy nemet, meg tudjuk mutatni, hogy ha akarnánk, Ági nem nyerne. Nem? Jött egy ilyen SMS, tisztelt Garami úr. Időben vagy. Arra szeretném kérni őket, hogy próbálják mellőzni a kriminalisztikai híreket. Lelkileg megfélemlítve érzem magam tőlük. Aha. És végképp kíváncsi se vagyok rájuk egész nap.
Átadjuk a Garami úrnak, jó? Azért önnek írok Garami úr, mert nagy rajongója vagyok. Boldog karácsony, szülcsirdukó. Ma van a Garami? Nem, tegnap volt, és szerintem holnaptól megint lesz, így bebenéz. Aha, jó. Akkor hát tudod, ő neki a karácsony. Hát. Ezt majd nyomtassuk, illetve ide rakjuk, majd föltűzzük ide. Nagy betűkkel. Nem, mert akkor átadtam volna Ildikó, hogy ilyen kedves. Hát ha neki van személyre szóló a műsorvezető, akkor ezt illet volna átadni, de ha ma nem találkozunk a Garamival, akkor igen, ezt cukított volna. De, akkor de miért nem mindannyiunknak küldi? Csak a Garaminak? Nem, a Garami, hát nyilván. Én nem szoktam hétvégén hallgatni a Garaszt, hogy ő most így elárasztja ilyen kriminalisztikai hírekkel? Hát ő meg a kriminalisztika az. Ő, ő önmagában már egyfajta a kriminalizálása a hírműsoroknak, hát, illetve a kíványságműsornak a Gábor. Tehát hogy ilyen ember nem is kaphatna mikrofon engedélyt. Ja, az erkölcsrendészeti ügyére gondolsz? Igen. Ja, ez a családcentrikus. Ja, hát igen. Ja, Istenem, gyerekek, nincs már erőm nekivágni semmilyen témának. Nem? Annyira lefűztem, annyira boldogságos hangulatban vagyok, annyira karácsonyoznék már, hogy most kéne átadnunk egymásnak az ajándékokat, húzni, évet értékelni. Hát most valljuk be őszintén, sem ami Tamaránk, sem ami Jenőnk nem könnyíti meg a helyzetünket. Egyre ezeket másra jönnek ezeket mi válogattuk. Igen, persze. Ott legalább Jézusom, most hülye vagy, most azon beszéljél. Ezt mi egy jó Billy Mac? Most mi van egy Billy Mac-kel? Az a kedvenc. Ez ja. A igazából ja, szerelem. Nagyon jó. Betét dala. Micsoda, mondom, mi van még? Van egy E17, van egy Animal Cannibals, van egy Berecki szinete, az nincs. Az Animal Cannibals jó. Berecki csak akkor, ha én már halott vagyok ebben a rádióban reggel, bármikor máskor igen. Zséda, halagyos. És a Cascadától a Last Christmas, ami jó, már lement kora reggel. Persze, na? De hát azért. Jól van. Na, hát mindegy, ez van. Ha ez a fordulatszám, ez a fordulatszám. Na, megvan a hamisításunk? Nem tudom, még egyelőre dolgozik rajta szegény. Jó van. Van egy csomó jó zenék gyerekek, ezeken kívül. A mai adásban megígértük, mindenképpen föl kell őket hívni, a Prügyi Duóra rá kell csörögni. Ez is a tesarad. Én annyit emlegettem őket, hogy most meg már... kell őket kérdezni. Figyelj, a hónuk alá kell nyúlnod. A Prügyi Duó nem énekelt karácsonyi dalt? A Prügyi Duó nem énekel semmit, szerintem a csillag születik óta. Nem? De akkor abban. Igen, énekeltek azóta már? Volt fellépésük, egy iskolairól én tudok, mert azt olvastam a Facebookon. És ott volt Ricsi is. Igen, ő volt a meglepő vendég. Azt hiszem, egy szalagavató volt talán? Ahol felléptek így közösen? De hát kell lenni karácsonyi daloknak, ne legyen valamilyen. Ja, azért nem adnak ki... 9 után megkérdezzük. Azért nem adnak ki, hogy hívják ott én Maxit, mert arra ennél több szám kell. De nem, csak kérdez, de nem akarom őket bántani. Na, megmutatjuk, hogy Ági miért nem nyerte meg a játékot. Na jó? Végre, na. Jó van. Hogy Ági miért nem nyerte meg, tessék figyelni. Ki mondta a nevet? Figyelj. Kivel karácsonyozol majd, Ági? Hát én a barátommal karácsonyozom. Barátod? Igen, barátommal. Mióta van barátod? Tessék. Március óta van barátom, válófélben vagyok. Ja. Ti is hallottátok, amit én? Mutassuk meg még egyszer? Mutassuk meg még egyszer? Figyelem, az univerzum királyáért. Figyelem. Kivel karácsonyozol majd, Ági? Hát én a barátommal karácsonyozom. Barátod? Igen, barátommal. Mióta van barát? Igen, barátommal. Picit az elején zavaros, de azt szerintem ez egy igen volt. Figyelj, ha most ez nem szólunk, hanem ezt így beadjuk, hogy ha Ági kimondott egy igen, embernek föl nem tűnik, hogy ez oda lett vágva. Embernek föl nem tűnik. Csak hogy milyen könnyedén tudnánk mi hamisítani egyébként, nem? Így van. Illetve hát hamisítanánk, ha kellene, de most nem vagyunk rászorulva, hiszen ki mondta. Nem? Hát persze, ez az eredeti anyag. Minek hamisítsuk, nem? Így van. Lehetne az olyan bögre is egyébként, aminek le van törve a füle. Sajnálom Ágit. Szimpatikus játékos volt. Igen, az igen. Végcsehet ezt a két percet. Gyerekek. Na minden. Annyian kíváncsi lennék azon, hogy vagy arra, hogy mik a nagy... Ha kérem. Az. Hogy mik a Hakinen. Igen. Nem, hát hogy tudod, hogy mint tudom, csinálunk gesztenyi masszát, akkor miért nem csinálunk Felipe masszát? Ja, nem? Hát ebben például tök igazad van. Ha már van, nem? Tehát, hogyha van gesztenyi massza, meg van dió massza, akkor miért nincsen Felipe massza? Így van. Ez kitalálta ki? Így van. Nem? Így van. És hogyha van baricellónk, miért nincsen bari hegedünk? Jó, hát most hoztok még egy kis alkoholt, én szívesen megiszom még egy kubicával.
Na jó van. Nem erre gondoltam. Teljesen. Tulajdonképpen mit akartam kérdezni? Én nagyon szeretem az ilyen adásokat, amit egy kicsit szívtunk volna. Nem? Tehát ennek tényleg olyan a hangulat, mint egy óriási trombita egy körbejárt volna. De egyébként... Nincs már, én szívesen beszélgetnék veletek, csak úgy, hogy úgy beszélgessünk. Győzike szerint tudod ki a legmenőbb Forma 1-es pilóta? Győzike szerint? Aha, ki? Raj Kőnen. Szóval nem, nincs már úgy kedvem neki menni most a 248. témának. Akkor engedd el. Úgy kedvem lenne beszélgetni veletek. Na végre, valahára, hát jobb később, mint soha. Egész éven nem érdekel, amit mondtok. De most olyan szívesen beszélgették veletek, hogy kinek mi jár a fejébe, kinek milyen volt az év, ki mit vár a jövő évtől. Hagyjuk, van valami téma ide bekészíteni, de inkább beszélgessünk a hallgatókkal, nem? Én amióta kérdezzenek láttam. Nyugodtan, válaszolunk rá, csináljunk valami más most. És földolgozunk egy 26. témát, most nincs erőm, majd 8-tól témázunk. Jó van, legyen így. Én benne vagyok. Amióta láttam a Ferének a tetoválását, azon gondolkodok, hogy én is csináltatok magamnak egyet. Igen? Komolyan, most nagyon komolyan mondom, mert már régóta csak nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy én nem akarok ilyen non-figuratívakat, meg mit tudom én, mindenféle ilyen dolgokat, így ilyen klisés metal tetoválásokat, koponya halmokkal, meg izmos barbárokkal. Mondjuk ettől függetlenül egy csomó valahogy képet megnéztem tegnap este, hogy romantikázok, meg nosztalgiázok, de elkezdtem nézegetni a tetoválásokat, és találtam egy olyat. Kisfuk. Amit biztos nem fogok magamnak tetováltatni, de nagyon tisztelem azt, aki magára tetováltatta. Egy magyar srác, és minden egyes tetoválásának van egy nagyon komoly mondani valója. Az egyik ilyen tetoválása a kulapintyó. Hát, kulapintyó? Kulapintyó. Rá van tetoválva az, hogy kulapintyó. Aha. Mert hogy ő mindig szeretett volna magának egy kis házat. És ezért, hogy erről mindig emlékezzen, ha a tükörben néz, ezért magára varrat azt, hogy kulapintyó. Aha. De a ház is ott van, vagy csak a felirat? Nem, csak a felirat, hogy mindig eszébe jusson. Ő nagyon komoly srác egyébként. És hova tetováltad ez, hogy kulapintyó? Ezt így a mellére. És ott van felirat, hogy kula? Ah, hogy kulapintyó. De a kulipintyó nincs ott, csak a kulapintyó? Nem, csak az a felirat, hogy kulapintyó. De rajta van még az is például a jobb karjára tetováló, hogy Ratyi vagyok. Tényleg? Aha, ő nagyon komoly srác. De miért nem rakad föl valami normálisat? Ő szerinte mindegyik szerinte normális, való, kivétel nélkül, mert mindegyiknek nagyon komoly mondani valója van. Igen? Aha. Ráadásul a Ratyi vagyok, illusztrálva is van. De mi van föl tetoválva? Pucsit? Mi van föl? Nem mondom el, mert karácsony van mindjárt. De hogy azt nem tudom még, hogy miért fogok, de hogy miért nem, azt már tudom. De tényleg megjött a kedved egyébként felrakni valamit? Igen, szerintem fogok egyet. Valamilyen kis szépet. Valami fekete-fehérbe gondolkodom. Igen, nem. Na de ha nem metál, akkor mi? Nem, szerintem ilyen valamilyen rám jellemző, alapvetően rám jellemző dolog, valamilyen klisés egy picit ebből a szempontból, mert a csillagjegybe gondolkodtam, az nagyon szép. Van egyik barátomnak van egy gyönyörű ilyen csillagjegyre, meg az származásra, identitására utaló tetoválás, egy ilyen lapockás. Ez egész jobb lapockáján rajta van, egy hatalmas tetoválásról van egyébként szó, és az nagyon tetszik, az nagyon szép. De miért nem rakadsz fel, mint 20% hát átadra, és akkor bárhol vész vásárolni, csak befordulsz, megmutatod, és egyből. Vagy akció forever, vagy ilyen. Forever Aldi. Forever Lidl. 20%, és akkor mindig csak beforognál. Vagy az összes törzskártyát feltetováltatod a hátadra, vonalkóddal, és mész, csak kell magaddal vinni. Nem kell magaddal vinni, csak beforogsz, lehúzzák, és az megvan. Azt nem látom. Nem arra gondoltam egyébként, hogy a kedvesemnek a hasára tetováltatom, hogy föl, hogy karácsonyi vásár. Attól mindig lázba jövök. Karácsonyi leértékelés, akkor azt tetováltatom. Na, kaptunk egy ilyen elég komoly SMS-t. Tegnap tudtam meg, hogy a páromnak van valakie. Ezer éve együtt vagyunk, ő még nem tudja, hogy tudom. Szerintetek szép karácsonyom lesz, írja K. Hú, ez kemény. Szerintem intézd el ma ezt a sztorit. Nem, de fiú vagy lány? Lány. Hát ebből... Én ma belemennél? Én ma. Hát most úgy ülsz a karácsonyfa mellett az asztalnál. Hát valószínűleg nem tudsz, persze. Igen. Még annál is jobb, ha azt mondod neki, na akkor hello. Meg az ilyeneket minél hamarabb. Tényleg. Minél hamarabb érdemes elintézni. Túl kell lenni rajta.
Ma, hogy beszéltél vele? Otthon vagytok. Ráadásul ugye későbbiekben ez egy ilyen visszajövő érő lehet, hogy és úgy karácsony, és egyébként teljesen jogosan, és úgy karácsonyoztál velem, ott ültél mellettem az asztalnál, eljátszod azt, hogy mennyire szeretsz meg, hogy szeretet ünnepe, és közben meg akkor se rám gondoltál már, akkor se velem voltál élek. Tehát, hogy intézzel minél előbb. Igen, ezek karácsonykor kicsit felerősödnek. Beszéltél vele? Hát szegényke, nagyon sajnálom. Lány, igen. 16 éve vannak együtt, de sír, nem akar ő beszélni. Hogy jött rá, nem mondtam? Nem. De tuti, tehát kérdeztem, hogy biztos, hát mondtam, hogy azért próbáltok meg megbeszélni, azért 16 év az már van annyi, hogy lehet, hogy még hogyha meg is történt, nem mondta, hogy ő biztos benne, hogy tudja, hogy azért lehet, hogy azért ezen még lehet csiszolni. Azért 16 évet nem biztos, hogy szabad oda dobni egy félrelépésért. De mi a biztos, ha SMS látsz, nem? Hát vagy lényeket mondják. Tudsz, olyan lényeket. Hát ha mondják, az még nem. Az még ugye bárki bármit mondhat. Nem, most a legjobb. A saját szemeddel látod, nyilván az a tuti. Uh-huh. Akár egy SMS-t, akár egy levelet, e-mailt, bármit. Tehát az, ha valaki mond valamit, az még nem annyira. Nem? Uh-huh. És ki van, nagyon? Jó, nagyon. Szegény, nagyon. Uh-huh. Hát nem lesz vidám karácsony, az biztos szegénykének. És belefog ma? Mit mondott? Tisztázza. Én beszéltem inkább, mert sír nagyon. Gyúrtad kicsit? Igen, én mondtam, hogy én nem gondolom, meg kell beszélni. Ezt, ahogy te mondtad, mi hamarabb. És mondtam, hogy nem gondolom, hogy be kell csapni ajtót, ablakot. Tehát 16 év nagy idő. Sok minden belefér 16 évbe, lehet, hogy most nem akarok senkit erre biztatgatni, de akár egy ilyen rossz húzás is, hogyha ha szereti annyira, akkor ezt meg kell beszélni. Hát igen, kérdés, hogy viszonya van-e, vagy csak volt valaki el, vagy tartózkodik. Igen, ez a nem mindegy. Igen. Kíváncsi lennék arra, hogy karácsonykor egyébként a veszekedésből van-e több, vagy hát a klasszik, befarag, klasszik. Nem faragom. Szerint, ugye? Szerintem azért ezen mindenki végigmegy. Tehát minden családban van legalább egy nagy veszekedés. Most nem ilyen komoly, amit te mondasz, szakítás. Nem megcsalásos, de nem megcsalásos, de hogy biztos, hogy mindenki nagyon készül a karácsonyra, mindenki nagyon vásárol, mindenki nagyon rohan, aztán amikor odaérsz a fal alá, akkor kijön ez az egész hajtás rajtad, és egy családban egy nagy veszekedés biztos, hogy van 24-én, vagy már 23-án, nem? Megsütötted, megvetted, nem, miért nem hagytad ott? Miért? Ne úgy terítsél, a gyerekek mit csinálnak, azt mondtad, a férje hülye. Még nem öltöztél fel, még nincsen kész, anyádék már mindjárt itt lesznek. Igen, mi a konfliktus forrás? Az átöltözés, a terítés, a fafaragás, tulajdonképpen minden. Szerintem a magyar háziasszonyoknak, meg mindenkinek a világon, aki karácsonyozik, maga a karácsony készülődés, az egy űrületesen nagy nagyon stressz. Durva. De? Tényleg nagyon durva. Mert kimondva az egy stressz halmaz. Azt várja el mindig az embertől valaki, hogy tegye tökéletesé azt a karácsonyt, hogy ez a szeretetünnep, egy csillogni, villogni kell mindenek nagyon jónak kell lenni, és ez a nyomás, ami van rajtad folyamatosan, ez ami szüli ezeket az iszonyatos veszekedéseket. Mondjuk nem tudom, hogy nálatok ez hogy szokott működni, nálunk ahogy jön, el is megy. Mi úgy csináljuk, hogy mi direkt összeveszünk 22-én, és akkor utána már nincs erő még egyszer. Ja, hogy kiprovokálják. Tehát kiprovokálunk egy nagy veszekedést, mondacsát indokok, igen, és akkor már 23-24-ére a megbékélés. 23-án van egy békítő szex, és akkor már ennyi. Mindenki rá. Az pont ma van, tesó. Be van írva, mi? És van írva, be van írva. Még névnap is van, Vikinek. Tehát egy békítő és egy névnap. Tartalékold az erődet. Váci egy ginzeny teát, csapass már neki. Micsoda, olyan vagyok, mint 20 évesen. Egy üvöltő bika. Egy üvöltő bika vagyok. Szóval, hogy minden családban valószínűleg van egy veszekedés. Ti mind szoktatok? Mondtad, hogy ti szoktad. Ja, ezeken a nyomorult dolgot tényleg. Hát azt mondtad, hogy feldíszíted, de ugye még nincsen feldíszítve. Öltözködjél már, mert azt mondtuk, hogy negyedre átmegyünk a nővéredékhez, de egyébként már fél van. Tudod, tehát, hogy ezek a szokásos ilyen kis apró cseprő ilyen dolgok, de utána minden. Vedd már le a műfát a polcról. Így van. Lemostad a műfát. Ne annyi vízzel. Igen, most már meg a hónod alját. Szellőztes már ki. Megint a szoba közepén hagytad a műfatakaró nejlon. Miért nem vagy hajlandó semmelyiképpen azt elhajtogatni? Nálunk ez a favásárlás okoz egy ilyen komoly konfliktus forrást. Én mindig nagyot akarok. A Viki hozzám a szokva a kicsihez. Úgyhogy... Hát valamit tenni kéne évközben. És én nem tudom, hogy mi lesz, de hát most megint kicsi lesz, úgyhogy...
Nem jó. Akarok szakítani az elvárásokkal. A kicsihez van szokva, kicsit kap. Jó, hát az atommag is kicsi, szeretem. És mégis mire képes? Milyen erős egy kicsi atommag. Nindi megy a birkózás, tényleg. Én gyerekkoromban mindig nagy fánk volt. Nagy, hosszú tűlevelő. És ezt ilyen áhítasztal. Tehát, hogy te voltál kicsi, és annak tűnt. Nagynak tűnt akkor. Baromi nagynak is tűnt, meg nagy is volt. Hát ilyen plafonig érő, ez a nagy tűlevelő, ilyen nagy hatalmas áhítattal néztük. Na jó, de egy 220-as belmagasságú panelban éltetek, Balázs. De azért az nagy. Hát mondjuk úgy nagy. Hát mi a csontig, föltől a falig, hát azért az magas, nem? Lehet, hogy megvették a fölöttük lévő lakást, és igen, és átfúrták. Vagy a talpon magas. Tudod? Igen, nem tudtuk rendesen belefaragni, azért kellett kikötni. Nem, szóval minden, nálunk ez a fa kérdés. Azért nem vettük még meg mindez idáig, mert mindig nem jutottunk egyességre. És kettő között egy kompromisszum, hogy se nem nagy, se nem kicsi. Az, ő se engedett, én se engedett. Vegyetek kettőt, vegyél nagyot, meg egy kicsit. Ennyi. Egyébként ez jó ötlet. De én szeretném, hogy a Beni nagy fát lásson. Tehát, hogy tudod, neki ilyen nagy áhítat, hatalmas fa, hatalmas, csak az belefaradni, ki kell kötni, rádől a gyerekre, húzogatja a szaloncukrot, tehát értem a Viki érveit, csak nem vagyok hajlandó elfogadni. Kös, valahova kös. Múltkor annyit beszélgettünk a fá, hogy 23-án éjszaka vettük meg a fát. Addigra jutottunk kompromisszumra. Láttam a kis filmet róla. Láttad a fáállításos kis videó. Megvan a videó, megmutatta. Boldog karácsony, mondta Viki, mert mi már nem találkozunk hétfőn, és megmutatta a videó. 23-án éjszaka valami ilyen nappali fárusnál sikerült ott még kicsit veszekedve egy fát vennünk, ami neki is megfelel, de nekem is. Majd fölállítottuk, és én a végén kidobtam, mert túl minden. Annyira berágtam, hogy kidobtam. De hova dobtad ki? Hát kiraktam az előkertbe, vagy ja úgy. Nem, a téli kertbe, a medencébe. Nem, tényleg, mert valami nem tudtuk felállítani. És dolgoztunk rajta, dolgoztunk, anyósom is dolgozott rajta, hogy álljon, de nem akart felállítani. Van ez így az ilyen nagy dolgokkal. Már jött a mama, ő is segített, bevetett mindent. Hihetetlen ügyes keze van. Annyira figyelmes. Mama nagyon odaadó. Látod, mennyire jobb a kicsi. Úgyhogy nátok is van nagyfa, mi a díl? Közepes. Közepes? Ne, nem fér el nagyobb nappaliban. Lógassátok ki Ferdén ki az ablakba, és de akkor... De jó vagy, a folyosóra. Nagyon jó. Vagy a folyosóra, vagy kinyitod mindig az ablakot, és gondolod, hogy soma, ez egy ferdefa, arra nőtt, és kilógatod, és onnan megy lehet a fény három felé. Megy a fény felé. Igen, nézd, hogy él, megy a fény felé, haza akar menni a fény felé. Hát vagy ha nagyon nagy, akkor megkéred például a szomszédot, a felső szomszédot, mm-hmm. hogy üssetek egy lyukat a padlóba, érted, átlók hozzá, és neki is van fája, neked is van fája. Nagyon jó, csak az a baj, hogy ahova állítjuk a fát, ott már nincs fölöttünk szomszéd, tehát ott egy terasz van, úgyhogy beesne az eső. Mondjuk ez a baj. Ez nem jó. Ez a baj. Főzés, kinél konfliktus forrás, nálunk az nem. Állunk hát se nem szerinted kifőz. Hát egy tiéd a konyha, nem? Mondjuk az is lehetne, egy idő után, majd 20 év után már nálatok is konfliktus lesz. Az, hogy nem főzöl, az most például megakadályoz attól, hogy konfliktus legyen, de 20 év múlva ez lesz nagy a probléma. És nem főzöl. Igen, és nem tudsz főzni. És nem, főzni sem tudsz. Én nagyon jó vagyok halászlé rendelésben. Az nagyon tehát jó mindig egyébként. Nagyon jó ütemmel választom ki. Azt jó. A helyet, onnan nagyon jó halászlevet rendelünk. És az de mi? De várjál. De itt alapvetően miről van szó, hogy ügyesen rutinosan tárcsázol mondjuk a fővárosi számot? Nem, képest? Hát megnézem, hogy halászlé, mit bemegyek, beleszimatolok a levegőbe, hogy ott vagy, milyen halászlét főznek. Bemegyek a konyhára. Körbejárja a helyeket, és a legjobb rendel. Mit főztök? Halászlevet? Megnézem, körbe megyek. Nem, mindig kiszúrok én éttermeket, hogy ki van írva, és akkor mindig rendelek valahonnan. Kecsege? Ki a köcsög? Velem szórakozol? Te kretén. Szóval nálunk ebből nincs konfliktus forrás. De nem, kell ez, nem? Hogy legyen egy kis veszekedés. Tehát ez így hozzátartozik a karácsonyhoz, nem? Hogy legyen apa, anya, vagy igen. Anyós vej, vagy mit tudom, anyós menj. Tehát valakivel egy kicsit, egy pillanatra össze kell, hogy zördüljön. Mert attól úgy karácsony a karácsony, nem? Jobban érzed magad, hogy utána van kibékülési lehetőség a fa alatt? Hát nem, szerintem eleve elkerülhetetlen. Ott van mindenki, olyan emberek, akik nem élnek együtt. Ugye? Akiket nem szívesen látsz. Akik mit tudom, kevesebbet találkoznak. Tehát ez benne van. A gyerekek is sokszor ugye nyilván ugrálnak egymás agyán, ölik egymást, tehát abból is lehet azért veszekedés, úgyhogy ez benne van. Nekünk az a jó, hogy a nővérem főz, és hát ugye nem mondjuk meg neki, hogyha esetleg ha rosszat csinál, úgyhogy hogy így van, és akkor ez megvéd minket a veszekedéstől. A kaján biztos, hogy nem fogunk összeveszni. Mert bármit csinál, annak körülünk, nem mit csináltok, ő foglalkozott vele, neki ment rá az egész napja. És akkor egy ilyen álságos hazugság körben zajlik a karácsonynál? Persze, de senki nem szeret senkit. Mindenki hazudik a tojássalátáról, meg a nem tudom milyenről. Nem, jól főz egyébként, ügyes. Igen, hogy karácsonykor megmondani, hogy ez nem lett jó, az nem. Hát igen. Az nem jó. Miért nem? Tessék? Mert nálunk anyóson főz például. Ja, így már ért. De miért mindent ő csinál? Kedves mama! Egyszer vállaltatlan.
Ne, nagyon jól főz, de hogy valószínűleg én sem mondanám meg, ha most valami nem úgy sikerülne, nem? Hát nem akarod nyilván megbántani. A viccesen. Hogy eljjelj, tavaly azért még ügyesebbek én mindig voltam. Mondom meg, mindig úgy mondom meg, hogy félrehívom. És akkor, mama megint. Ha nem akarom a többieket, mama, komolyan most idén beengedtük. Még egy karácsony kap. Még egyszer átjött, mama, beengedjük. És visszamegy sírva szegény. 2014 lesz az utolsó. A gyerek még egyszer. Nem eszik belőle. Igen, mama, idén beengedtük erre. Ilyen beiglit hozit. Ne, anyosom nagyon jól főz egyébként. Na mindegy, jó, nézzük meg hallgatóinknál, mi a helyzet. Jó, mi a legfőbb konfliktus forrás, ki mind veszekszik, mi az üzemszerű, már-már várható veszekedés, ugye? Mert ez is van, amikor tudod, hogy két olyan ember van egy légtérben, aki előbb-utóbb össze fog veszni. Ez ugye indokolt, receptszerű összeveszés, amikor tudod, hogy olyan emberek tartózkodnak egy adott helyiségen belül, akik várhatóan össze fognak veszni, most még béke van, de pillanatokon belül kitör a parasztgyalázat. Ilyen is van. Lehet már tudni, hogy rokonos rokon között ki az, akinél elpattan a cérna. Írja nekünk mindenki, jó? Hogy mi a veszekedés? Vagy elszakad a húr. Mit mondtam? Elpattan a cérna. Miért a kettőből gyúrt egyet? Ne cseszegesd már. Most pont karácsony előtt akarsz vele összeveszni. De nem azért mondom, én tényleg karácsony előtt baszogatsz. De igazad. Most a szeretet ünnepén kezd el basztatni. Hát ez nem... Hogy lehetek? Tényleg jön a karácsony, te meg baszogatsz. Hát van neked szíved? Na jó, van. Hülye kretén gyökség. Hát hihetetlen, hát komolyan nem. Mondom. Fél 8 út, pontosan 5 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 3-4-8 lesz pontosan 1 perc. Szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Közlekedési híreink egyáltalán nincsenek. Ennek tulajdonképpen az lehet az oka, hogy nem sokan vannak már úton. Ugye? Ilyen vagy hát szépen nyugisan. A felüljáró itt velünk szemben már állni, szóval igen. Nagyon kemény, mert nem a felüljáró, hanem rajta a forgalom, sehol senki. Meg mennek rajta kiló 20-ra. Ugrat egyetem. Ebben a pillanatban eldobták a kávét. A Teva utcában mindenki. Gyerünk, kocsiba, hallod ezt ki, hallod? Még hiányzik 1 milliárd. Ja, gyerekek, befizettem a büntetést, erőit eszembe, úgyhogy nem van valami. Nem mész, nincs benne semmi. Hát, pengeélen táncoltál. Nagyon veszélyes szituáció volt. Nem befizettem, úgyhogy... És hol lehetett? Mert kérlek szépen, 100 szalon vattam. Miért? Ez egy jó kérdés. Hogy? Nem tudom, hogy kerültem oda. 100 szalon vattai rendőről se kellett behaladnom. És bementél jó napot. Kimen bementem, kértem csekket. Forintot. Aztán befizettem, megnézték, hogy mi volt. Lejárt műszaki, ugye? Aha. És az ugye már abból már 40 ezer lett, majd nem fizettem, meg emelkedett, meg nem tudom. És akkor így befizettem. És nem próbáltad még kérdezni ezt a leülöm a pénzt? De mondták, hogy de, már kaptam a járási bíróságtól levelet, hogy elzárással változtatták, de aha, most elfaxoltam nekik a dolgot, úgyhogy nem fogom leülni. Ez büntetett előéletnek minősülne, ha le kellene ülnöd mondjuk 4 napot? Hát annak, hát. Hát persze. Tehát priuszos leszel. Tök mindegy, hogy 4 napot ülsz, vagy egyet. Aha. Vagy 4 évet. Egy nap után is, érted? Megindult elefelé a lejtőn. Priuszod van, mi? Így van. Vége van. Refes vagy. Kőkemény sítes csávokért jött volna ki Balázs. Tedkova, kigyúrva. Igen, börtön Tedkova, könycseppel itt a szememnél bevarva, ott kigyúrva, iszonyatosan kopaszol. A kezeden. Igen. Na nézzük egyiket SMS-t, ugye arról beszélgettünk, hogy karácsony ide vagy oda a szeretet ünnepe, üzemszerűen sok-sok háztartásban van egy pici összezördülés, veszekedés. Ugye, hát ez elkerülhetetlen, amikor a beiglé nem úgy sikerül, megérkezik az anyós, ott van a nagyobb család, apuka, anyuka, nagymama, nagyszülő, gyerekek. Hát azért az tud kemény lenni. Nagyon sok hallgató írt, hogy bizony van konfliktus forrás egyébként. Mikor nem megfelelő méretű karácsonyt vettünk, a párom 50 éves apja úgy hiszizett, mint egy kisgyerek. Másnap kivágta a ház elől a 8 méteres lucfenyőt. Oh. A papa elszánt volt, nem? Hát ő hitt még a mítoszban, és szerette volna, ha az olyan karácsony lesz, amilyen. Igen, de ő kicsit szeretett volna ezek szerint, mert azért egy 8 méteres lucfenyő nem gyenge. Ha ez csak 4 méteres volt, akkor se rossz. Ő egy kicsit szeretett volna. Pici kis apró fenyőt. Miért nem tudta földíszíteni a ház előtt? Tehát minek kell kivágni? Hát, tényleg. Bevinni nem tudod. Igen. Jó, vagy nagy a nappali. Anyosom már hetekkel a karácsony előtt beszólogat mindenkinek. Mikor átmegyünk, eltorzult alccal vár, az alaphangulat megvan. Csak felszínes dolgokról beszélünk, de sokszor ez sem jó. Teljesen kikészülve megyünk anyuhoz pihenni, írja Marian. Tehát anyós már úgy várja őket, hogy már felpaprikázott hangulatban? Ő így szereti a karácsonyt. Hát most mi van abban, nem?
Tök jó. Hát ennyi. Legyen valami, most ott ülnétek, beszélgetnétek, eszegetnétek, így legalább van valami rizikófaktor benne. Igen. Mi pont most vesztünk össze a párommal azon, hogy melyikünk szüleihez menjünk. Nagyon durva volt. De most jött bocsánatot kérni, azt hiszem megbocsátok neki, írja Csilla. Igen, ez a melyik nap hova menjünk, ez is egy neuralgikus pont, nem? Jó is az. Megint a te anyádékhoz megyünk szenteste. Nekem volt régebben egy nagyon kedves családtagom, most már nem az. És amikor hozzájuk mentünk el egy karácsonyi vacsorázni, akkor ő nem tudta olyan gyorsan behozni az ételt, hogy meg tudjuk enni. Úgy sietteted egy picit minket, hogy minél előbb elköszönjünk. Tényleg? Persze, rettenetesen jól főzött egyébként, tehát, de mindig úgy éreztük, hogy kicsit a tempo az nagyobb, mint ami alatt egészségesen el tudtuk fogyasztani. Hogy kajáltatok, és már hozta a következőt, hogy gyorsan egyetek, hogy minél előbb menjetek? Uh-huh. Tényleg? Igen, ezt mindig éreztük, hogy így. És akkor etted a leves, de már mit hoztál krumplit, hogy tényleg gyorsan kellett tenni. A levesre már a süti jött. Ugye a leves átugrott a főétkezést, és jött a sütemény. Így van. De hál' Istennek megszakadt a kapcsolatot. Ez miatt, vagy volt más? Igen, nem, más miatt. Más miatt is, nem csak a gyorsevés miatt? Igen, hát ez ilyenkor azért sokszor a kompromisszumról is szól, persze. A fehérvári Osamban megtörtént pár napja. A családfő mondja a párjának, válasszál már valami kiflit, mert mindjárt megfojtalak. Csak a szeretet. Így is van. Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk mindenkinek. Mi azon veszekszünk, hogy kidíszíti fel a karácsonyfát. Azt csináljuk, hogy négy felé osztjuk a díszeket, és így nincs veszekedés, úgy igazságos. Írja nekünk egy hallgató. Én tökre szeretem, amikor a virágdíszítőtől a fát, csak nem elég arányos. És olyankor mindig leszoktam szedni, és újra kezdem az egészet. Először hagyom, hagy díszítse fel, hagy örüljön a gyerek, de amikor látom, hogy milyen irányba megy rajta a fényfűzér, hogy hova mennek a szaloncukrok, hova mennek a díszek, akkor mindig egy kicsit elkezdem pakolni én is, hogy egy kicsit arányosabb legyen. És aztán a vége az, hogy én fejezem be. Ő meg mondom neki, inkább nézi tévét. De miért nem jó neked úgy, hogy a virág akarja, hogy önálló egyéniség szegény? Hát lenne. Ha díszíthetne fát, ugye, ahogy akar. Jó, hát a Jani kényszerességében nem fér bele, hogy ferdénáljon egy szaloncukor. Azt szeretném, ha tökéletes lenne az a karácsony. Meg az a karácsonyi fa is. Meg minden. És azért. De ezen húzod magad. Ha úgy hagynád, és azt mondja, elfogadod, hogy a gyereked mást akar, ne ugassa már bele. Jó, a kussolok már értem. Mégis csak a szeretet ünnepe jön, nem igaz? Srácok, hát holnap mégis csak szenteste van, hát adjuk meg a módját. Nálunk anyám jön mindig a páromnak, na idén szép csigavonalas a beigli tölteléke, vagy megint csak hatos, kérdezi. Utána órákig csak a felgöngyölgetés művészetét elemzi, majd párom részéről elindul a kiabálás indító mondat. Mama, ha nem jó, akkor miért tömi? Na innen... miért tömi? Innen kellemes a karácsony, írja nekünk Árpi. Na, ezeket szeretem egyébként. Boldog karácsony, kíván anyám Csumi Erik. Na, és semmi jó. De aranyos. Hello. Semmi üzenet, semmi fontos misszió, amit még így meg kell tanulnunk karácsonyra, csak ennyi. Picit szomorúak vagyunk. Na, az év utolsó Óven bácsi a Beru néni. Nézzük meg, ki a szerencsés, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Halló! Oh. Szia! Ne izgulj ennyire! Fújtatsz? Vagy ventilátor mellett állsz? Melcsi, hello! De, most tettem a munkahelyemre, és megmásztam a hegyet. Ja, hol dolgozol? Mm. A Kégolyó utcában, az onkolintézetben. Ó! Oh. De ne szomorodjatok így el. Oh, nem. Nehéz dolgod lehet néha. Igen. Hát Melcsi, mi újság egyébként? Hú, semmi különös. Izgulok. Igen? Igen, egy kicsit. De miért? Hát, mert veletek beszélek, meg hogy itt egyedül vagyok, reméltem, hogy ha esetleg engem hívtak, akkor itt lesznek a kolléganők és segítenek. Cserbe hagytak, mi? Cserbe még egyelőre. Már hallanak a rádióba, de már nem mennek oda neked segíteni. Megnézik, hogy mire mész egyedül. Kész vagy karácsonyra mindenre? Majdnem. Igen? Igen. Majdnem. Még mézes kalácsütés van hátra. Ah, de jó. És a mézes kalácsot ilyen desszertnek, vagy karácsonyfa dísznek készíted? Ez most állítólag egy nagyon puha recept, amit kaptam, úgyhogy enni. Aha. Mert az jó, én szeretem a mézes kalácsot, mert gazdaságos.
megsütöd, akkor is igen, 87-ben megsütöd, aztán 93-ig még tart, ha el nem törik. Igen. Hát tudom, hogy ti a desszertet otthon a fáról leszitek a habcsók, nem? De teljesen egyértelmű. A 88-as Tesco-s habcsókot, azt nektek az simán van még belőle, még két bontatlan doboz is. Nagy akció volt. Bevásároltatok belőle 3 évvel ezelőtt. Igen. Már egy éve lejárt. De karácsony után így vette azt is. A márciusban. Jani, januárban veszik a szaloncukrot. Akkor a legolcsóbb. Ez így van. Na, mutatjuk, mit énekelnek, jó? Figyelj, Máci. Jó, rendben. Ó, éjféli misére mentek. Nagyon helyes. Én is jártam. Régen, nagymamám elvitt mindig karácsonyban. Nagyon szép. Nagyon szép volt. És be is mentél, vagy? Bementünk, persze, végigültük. Éjféli misére kellett mennünk. Itt ültünk. Van a harangszóban valami földön túli, nem? Érdekes, igen. Ugye? Igen, sokáig alakult. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Igen. Lan, dan, 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 dan. Az az, én már elfogadnám így karácsonykor. Frank Sinatra az eredeti, így van. Frank Sinatra, ezt nem tudtam. De a Love and Marriage az tök jó, úgyhogy ez így abszolút elfogadható. Jaj, köszönöm szépen. Az első sora volt a címe, szerencsére. Ennyi, így van. Melcsi, megvan az ajándékcsomagod. Nagyon örülök. És milyen jó, hogy nem jöttek be a többiek, látod, mert most nem kell senkinek adni belőle. Bizony. De majd ott van a többiek, a családom kap valamit. Jól van. Kellemes, meghitt, békés, kegyelem teljes karácsony kívánok. Oh, nektek is mindent, amit csak anyaka hozni tud. Boldog karácsonyt, és köszönöm. Szeretetteljes, boldog, békés ünnepet kívánunk. Szia, Melcsi! Sziasztok! Hello, hello! Még azért szépen fosztogatnak bennünket az utolsó napján. Nem? Van plusz ajándékunk minden egyes játékhoz. Tényleg? Tűzi játékcsomag. Jaj, tényleg van tűzi játékcsomag. Tűzi játékcsomag. Tűzi játékcsomag. De ezt is vissza kell majd vinni az ünnepek után olyan? De nem kell, csak ha nem robbantod föl akkor. Fölrobbantod, azt már ne vidd vissza, nem kapsz értepézt. Ja, te hülye vagy. Van még ez a törvény, hogy vissza kell vinni? Vissza, ugye? Az, hogy vannak ilyen gyűjtőhelyek. Én embert nem láttam még a gyűjtőhely előtt, aki visszavitte volna, mert mindent eldúrogtad. Én de... a gyűjtőhelyet se láttam még, csak mondom, mert az van, hogyha kimész konténerrel árulni. Akkor ott kell maradnod. Ott kell, hát tudod ki. Senki január nem marad. Január 2-től ott állsz, persze. Senkit nem láttam még soha visszavinni. Lehet, hogy idén veszünk mi is. Ne, Jani. Veszélyes is, felelőtlen, drága is. Évvégi költekezésbe egy belevág. Mi van, te prémiumot kaptál? Mi van, ajándékokat veszel? Igazatok van, nem is veszem. Komolyan, ugye mit mondott? Ma még megy ajándékért, mert van egy csomó, amit meg kell venni. Most azt mondja, hogy élőfa, azt mondja, hogy friss beigli, azt mondja, hogy tűzijáték. Mi van vele? Szeretném visszakapni azt a régi Jánost. Aki, igen. aki tényleg februárban veszi meg a szaloncukrot. Azt átította a szeretet. Hát bizony. Azt átította. Nem árad bőle, nem a kegyelem teljesség. Az ugye? Nagyon árad bőle. Na, drága hallgatóim, mi itt vagyunk egészen 10 óráig, jó? 4 perc van pontosan 8 óra. Ha valaki hallgat még bennünket, SOS, titititáta. Segítség, srácok! Ha valaki van itt még a másik oldalon, küldje nekünk közlekedést, jó? Mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, meghitt, békés, boldog. Szeretném. Kegyelem teljes karácsonyt kívánok mindenkinek. Satöbbi, satöbbi. Itt vagyunk az évben utoljára. Aztán egy kicsit elmegyünk pihenni. Mindenki leengedett, nem? Ugye? Hogy most már azért érezzük is, hogy kevesebben hallgatnak minket. Kevés a forgalom az utakon, kevés közlekedés. Nagyon, nagyon erősen évvége van. Így van. De ez benne van, egy ilyen nap belefér egyébként. Az előző együtt néztük Ferivel a forgalmat, amit zajlik a... Kéz a kézben egymáshoz simultak, hogy ízért, mert olyan üles a hely, hogy gondoltuk, hogy legyen ott a másiknak valaki, akire támaszkodhat, és így nem jönnek autók. Tehát ilyenkor egymás fenekébe érve állnak az autók az ülőjúti felüljáron. Nincs iskola, nem? Vége van az évnek, szépen lassan még mindenki vásárolgat, készülődik. Nátok van obi még? Nincs. Sajnos sem. Pedig, hogy szeretem. Milyen jó lett volna még egy napot. Még ez lett volna pont az, hogy 10-kor befejezzük, hazamegyünk. Még egy nagy pihi. Hazamész. Apa, játszunk! Jó. Igen.
És ez ugye ilyenkor kemény két hét, tehát imád az ember otthon lenni, meg jó is, meg minden, de azért ugye két hét ott folyamatos impulzusban tartani őket, nem jönni, menni, elfoglalni, hát azért az nem kis, egy két hét szünet van, 6-án megy majd először. Nagyon kedves Jézuska, nagyon örülünk az olyan jellegű játékoknak, amelyekkel a gyermekeink önállóan is tudnak játszani. Köszönjük! Igen, egyedül önállóan sokáig nem unják meg. Igen. Elnézést, ezt hányan tudják játszani? Kettő nem jó. Így mész be a játékboltba. Gyerek, voltam játékboltba valamelyik nap, és én meglepődtem, hogy milyen árak vannak. Hát, azért én nem foglalkozom ezzel nagyon, meg úgy nem is vagyok tényleg anyagias. Úgy... Hát de miért nem csökkented őket? Saját bolt volt, nem? Nem, ajándékot vittem valahova. Hétvégén voltunk vendégségben, és ajándékot vittem. És remélem azok, akiknél voltunk, nem hallgatják. Hogy mennyibe kerültek meg? Hogy milyen szarul főznek. Dehogyis dehogy is nem. Vettem egy doboz legót az egyik gyerek, nagyon helyes gyerek. És nem akartam elhinni, hogy ennyibe kerül. Képzeld el, hogy egy X-el szárnyút lehet. Egyébként az unokanővérem és családtag is nyugodtan dumáltunk erről, és semmi szégyenli való nincs bennem, most nem olyan, mintha én kidumálnám, hogy mennyire vettem ajándékot a gyereknek. Egy Star Wars-os X szárnyút lehet összerakni. Rá van írva 8-tól 14-ig. Na? De mondjuk fél háromtól már nem lesz. Nem, hát úgy van, hogy reggel 8 és igen. Tehát, hogy negyed, négy, fél négykor már nem játszott a gyerek. Mert fölkavarja az egy X-szárnyot. És 8 előtt se. Egy doboz. És egy körülbelül egy 20 centi, tessék, mennyibe kerül Lego? Mondjatok egy árat. Mekkora volt, mondjad? És akkor megmondom. Hát egy sima, egy kicsi X-szárnyú trakció, tehát nem egy Han Solo féle ilyen 1000 éves solyó. 15. Annyi. 15. Nem mondd már. 15. Nem hittem el. De elképesztő. 15. És akkor ezek ugye ilyen speciális dolgok, tehát gyakorlatilag csak azt tudod belőle kirakni. Tudod? Kész. Ezért kellett volna venned egy Y-szárnyút, az kevesebb anyag. Igen, ugye ez 1000 éves. Nem tudtam, hogy ezek ilyen baromi drágák. Drágák. Tehát most gondold el, vagy megy valahova és vesz, mit tudom én. Vesz, nyilván lehet olcsóbban is, meg lehet kisebbet is, meg lehet más is, nem azt mondom, hogy ennyiért kötelező megvenni. Meg azért nem árt benézni a hiperekbe is, mert hogy ott azért bíz bennem, hát hidd bennem. Ez a nem nagyon a kétségeit támadni. Amit kezdeni a Legóval például. Már ki? Hát, hogy a hiper tudja olcsóbban adni, mint egy tudja. Játékbolt. Tudja. Bizonyám. Én vásároltam most így. Ja, őt akarod megfogni olcsóságban és leértékelni, és nem. Hát, tényleg, hát ez olyan, mint egy krémbrülét számon kérnénk tőled, hogy tényleg úgy kellett csinálni. Hát, érted? Hát Feri, most... érted? Ne alázd már meg egy ember elő. Legalább 200-an hallgatom. Persze, hogy tudja, hogy a hiper olcsóban adja. Hát így meglepő volt, hogy úristen. Na, viszont ami drága hallgatóink, akik még itt vannak velünk, vagy mert nem tudnak aludni, vagy mert csendesen készülnek az ünnepekre, vagy mert esetleg még néhányan dolgoznak, küldtek nekünk közlekedési híreket. Mondom is, hogy mi. 10-es úton végre értelmet nyert a 70-es tábla. Kellemes ünnepeket kívánok, Viktória. Tehát igen. Ott sincs senki. Nincs senki. Ott konkrétan ugye a 10-es úton tényleg csak éjszaka tudsz 70-en menni, reggel 8-tól este 8-ig, sőt, reggel 6-tól este 6-ig biztos, hogy nem. A 4-es úton Kenderes előtt Debrecen felé egy román kamion az árokban, a Yard helyszínen ezt János küldte nekünk. M0-ás az M5-től kis tartsáig kitűnően járható boldog karácsonyt és utólag boldog hanukát az egész stábnak. Peti, drága vagy, köszönjük Peti, szépen. Peti, te jó fej. M3-as bagaszód miniköd, 180, 190-nél ez már egyáltalán nem számít. Csordi küldte nekünk. Zalaegerszeg környékén sűrűköd, egy jó tanács, erdő mellett haladva még fokozottabban figyelni, mert a semmiből elugorhat egy vad. 75-ös fő további zeg... Borszombat út Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen, ez nagyon fontos volt. Ti érzitek magatokat magányosan? 6-kor kintottam a boltot, azóta kihímeztem anyósomnak egy terítőt. Legalább ti itt vagytok nekem jókedvemben, erőben, egészségben, gazdag, boldog, békés karácsony kívánok nektek. Sok puszi. Na, jó, de te legalább értelmesen töltöd az időt. Nagyon sok nekünk boldog karácsony, meg a stábnak boldog karácsony kívánó SMS jön, meg hogy köszönitek az egész évet. Mi is köszönjük nektek, ezeket csak azért nem olvasom, mert nem szoktuk így nagyon önhájpolni magunkat, de látjuk, jól esik, drágák vagytok, tényleg köszönjük szépen, és ez milyenkor egy kicsit azért így jó. A beolvasni nem is szoktuk, de olvasgatni, hogy mennyien hálásak nekünk, és hogy itt lesznek velünk jövőre, és köszönjük szépen. Itt van például ilyen, köszönöm az egész éves ébredést, az angyalka nyalja meg a zsákotokat. Na, mi köszönjük neki. Jaj, de kedves vagy. Milyen kedves, Csaba küldte nekünk. Jó volt. Igen, nem neked ezt hozzá, Jézuska? Te ezt írtad a kívánságborítékban? Hát, ha csak karácsonykor hozná, akkor csalódott lennénk, de...
Na gyerekek, mi van ezzel a reszkesetek betörőkkel? Hallom, petíciót csináltak, hogy legyen újra reszkesetek betörők, mert idén nem adja semmi kereskedelmi csatorna a reszkesetek betörőket? Képzeld el, sehol nem lesz, a főnököd megígérte, hogy jövőre viszont műsorra tűzik. Ennek az országnak semmi nem jó, ha reszkesetek betörők van, akkor az érekézik az RTL-t vagy a TV2-t, hogy miért megint a reszkesetek betörők. Most egyszer Péterék úgy döntöttek, hogy nem lesz reszkesetek betörők, erre Facebook csoport alakult, vagy nem is tudom, hogy mi, az. Akik követelik, hogy, hogy legyen újra reszkesetek betörők karácsonykor. Mi lesz? Néztétek a műsort? Hogy ne néztem. Na. Nagyon, nagyon jó. Szemezgessünk a december 24-éből. Kinél megy a tévé? Megy nálatok a tévé? Hogy ne menne. Nálunk nem olyan egyértelmű. Karácsonykor tévéztek? Tényleg? Nálunk szigorúan csak zenehallgatás van. Este már letöltöttem egy nagyon jó koreai horrort. Hát, koreai? Mégis karácsonyos? Nem. De piros betűs. Mik a nagy klasszikusok karácsonykor? Tehát mi az, ami az M1-en a Názáreti Jézuson kívül, mert az minden évben. Az minden évben megy. Mondjuk ezt egyébként szeretem. A Cefirelli. Igazából szerelem, az kötelező, és az lesz is. Egyébként csak szólok. Az is ilyen karácsonyos, én azt nagyon szeretem. Most igen, csak az gyerek nem nézheti. Ki? Az Igazából szerelem című filme. Annyira. Ki nem nézheti? A gyerek. A gyerek. Hát ne nézze, ez már mikor kezdődik, 21 óra 5 perc. Nincs abban semmi durva. Nézzük az M1-et, mit ad karácsonykor. Melyik része? Mi? Szexi csajok vannak benne. Folyamatosan káromkodnak benne, és imitálnak benne közösülés. Igen. Hát ott, de az csak film, érted? Ja tényleg, most. Akkor viszont nézheti. Akkor persze. Amit én az idén a legjobban szeretek, az a karácsonyi főző műsor. Van két nagy sztár, a Jamie Oliver meg a Ramsay, akik csináltak. Tudod, mikor adják le a Jamie kétféle karácsonyi vacsoráját? Kedden 17 órakor, szenteste 17 óra, ami azért jó, mert ha így készültél volna Jamie-vel együtt a karácsonyra, esélyed nincs. Aha, karácsonyra jó, de gyerekek, komolyan kikészül főző műsorra a karácsonyra, nem mondd már nekem. Hát itt van, kedd, 17 óra. Na jó, de nem azzal készülsz, tehát nem úgy, hogy Jamie ott, és akkor te is főzöl hát együtt a főző műsorra. Nem, hát pont ez az, hogy egy héttel, ha előrébb vetíted, akkor megnézed, fölírod a kis recepteket, bevásárolsz, és megcsinálod. Szenteste 17 óra, akkor már mit akarsz? Mennyi? Már, semmi. Akkor már minden. Egy persze. Órás a műsor. Egy, aha. Egy óra. Felveszed, és akkor így a pillanat megállítóval mindig. A család. Nem, hát és mit, hogy van kis tévé bent a konyhában, szépen oda teszed, lejátszol együtt, és akkor így részenként, és talán össze tudod hozni ugyanazt a aha. Kis receptúrát, amit ő produkál. Nem jöttök át hozzánk szenteste? Dehogy nem, hogy uh-huh. Nem. Nem, most azt látom, hogy 16 óra... komoly ez a kérdés, annyira komoly lesz a válasz. De! 16 óra 5-kor játsszák a diótörőt az M1-en. Átjöttök, megnézzük, aztán hazamentek. 17 óra 50-kor már a lesz itt egyedül nézem. Figyelj, hogyha film változat, akkor nem, de ha balett, akkor igen. Nem, ez angol-magyar mesefilm. Nem, ha például egy diótörő balettet megnéznék veled együtt. Jó. Az RTL-ről hiányolták a reszkesetek betörőket? Mi van helyette szenteste? Jégkorszak 18-50-kor, ilyen igen. Az élet, és férj és feleség. Ebből csak a jégkorszakot ismerem. Uh-huh. Nem az ilyen az élet is. Semmi excelt nem annak. Nem, semmi igazán karácsony. Dehogy nem, mondom nektek. Kedden, tehát szenteste este 8 órakor a Comedin, akinek van a Brian élete megy. Na, az jó. Az jó, az mondjuk jó. Az mondjuk jó. Nézem, hogy mit ad az XXL vagy a Hustler. Nincs benne. Ezt egyébként kikérem magamnak. Nincs benne az a kínálat, a felnőtt kínálat nincs benne a műsorúságban. Nem is szenteste odapirítasz kicsit, mikor már alszik a család? Há persze, vicces. Megjutalmazom a ajándékokat. Este 11-kor Feri bont ajándékot? Így van, gyere anyu, illetve te már, ne gyere távirányító. Persze. És mi van a Bud Spencer, Terence Hill filmekkel? Azok mennek keresem, még? Keresem, de nem találom. Elmúlik biztos úgy a karácsony, hogy már nincs egy jó Bud Spencer, biztos, Terence Hill. Biztos, hogy kell lennie. Nem létezik, hogy nincs. Ők a legjobbak még mindig. Kárló Pederzoli. Nagyon jó egyébként. Na jó, van gyerekek. Mit keresünk neked? Milyen jellegű műsorra vágysz? Szerdám? Mondjuk, várjál. Szerdám, mire vágysz? Mondd meg. Valami jó mesefilmet megnéznék a gyerekkel szerda délelőtt. RTL Klub Flicka. Nem tudom mi az, biztos. Flicka? Aha. Én azt vettem észre, hogy a kereskedelmi tégek egyébként így kivonultak az ünnepekből, tehát hogy nem nagyon költenek erre, nem? Hát nem is mindegy. Kell egyébként, tehát ezek a százszor lejátszott filmek lemennek, de egyébként azzal nincs baj, nem? Nincsenek már ilyen nagy klasszikus, például mondjuk kicsit karácsonytól távolabbra lépünk, akkor ilyen nagy szilveszteri műsorok. Inkább a gyerek. De van, aki költ a szilveszterre, szerintem a TV2 mindig áldoz erre. Tehát klasszikusan a TV2 az, aki gyárt műsorokat,
ugye most a Hajdú meg a, mit tudom én, a Kassa, meg nem tudom, és az RTL az, aki elengedi a szilveszterre. Meg hát a Sas József. Jó, hát jó, de jó. Ő egyszer költött régen, azóta azt ja, is métlik. Egy jó mikroszkóp színpad, hát azért azzal nincsen olyan nagy baj, nem? Amiben erősek a kertévék, az a rajzfilm. Rajzfilm parádé lesz végig most is. Jégkorszakot adja az RTL a Jégkorszakot, a TV2-től Shrek-et, az összes részt. A kutya, aki megmentette a karácsonyt, ez az M1-en lesz, de előtt áll Istennek ott van a Koppány Alga Testamentum és nekem. Illetve a kutya, aki megmentett a karácsonyt után szintén nekem, 60 éve vadonban. Azt te vagy, az, ha, az igen, neked kész. Ha 43 éve vadonban lenne, akkor azt gondolom, hogy az élősködőimről szólna, de nem. Ami mindig sírtam gyerekkoromban, az a... Apád térde. Igen. Igen, mikor ütöttem ezt telefonekemet, mert lehettem a szaloncukrot a fáról. Nem, a vadon szavának a filmfeldolgozása. Oh. Az a kutya, tudod? Valami rémlik. Az a kutya, az rémlik. És a Némos az meg az a tengeralattjáró? Nem, elmondom, hogy mi volt azzal a bajom a végén. Hogy mindig nagyon sírtam, nagyon szomorú voltam, csak sose értettem, hogy ők a végén belefagynak a tóba. Bele. És ott, tudod, látja a kutya, így nézi a víz tükröződést, és ott van alatta az emberi, ott, hogy beesett a tóba, vagy ott már csak úgy látja az arcát a kutya, mert hiányzik a gazdája. Megvan ez a film, a vadon szava? Igen, igen. Ugye van a kutya, hogy hívták, Bácsnak, vagy Búcsnak, vagy hogy hívták a kutyát? Nincs meg? Van egy ilyen száhúzó verseny, amit rendeznek, és akkor ott a kutya elhúzza a szánt, és így tud életben maradni. A kutya nevére nem emlékeznék. Igen, azt szava, igen, Búcs volt a kutya és Sundance a pasi. Búcs. Vagy Bák, nem tudom, hogy hívták a kutyát, mindegy. Azt szerettem gyerekkoromban, de azt már nem adják. De karácsonykor ne adják be, mert az nagyon szomorú. Tehát valami pozitívabb kell. Tényleg, hogy nem fogy bele. Legyen egy új filmváltozat, igen. Tehát, hogy nem fagynak bele. Egy alternatív befejezés. Fagynak bele a pontyok. Egy alternatív befejezés, ez mindenféleképpen jó. Szilveszterkor mi lesz, srácok? Találkozunk? Ja, persze, csak úgy, mint Szentes. Hát, ha akkor is átmegyünk hozzá. Ha jól sikerül a közös tévénézés. Tudjátok, hogy én minden évben megimitálok benneteket, de sose fogadjátok. Ha nem eszed ki az ölemből az összes szaloncukrot, miközben nézzük a diótörőt, én átmegyek szilveszterkel is. Na most mi volt? Egyszer szilveszterezhetnénk együtt. Hát most ez miért baj? Lehetne. Nem? Lehetne. Én nem érek rá. Mit csináltok a szilveszterkor? Van ilyen nagy elvonulás, meg ilyen közös mantrázás barátokkal, vagy mindenki? Mantrázás nincs, mi eszünk, meg iszunk. Igen? Aha, igen, meg mulatunk. Ne, a szilveszter az én úgy tudom arra való. Nem, rosszul, nekem rosszul szóltak? Bennem nincs ez a kötelező bulikényszer, tehát én abszolút nem. Én 5 éve nem voltam sehol, úgyhogy szívesen elrángathattok valahova. De ülsz jóga ülésben szilveszterkor is mantrázol? Halálosan banális, ugyanúgy, mint bármikor. 10-kor letesszük a gyereket, és 10:30-kor már nagyon vidáman, nagyon vidáman alszom. És én kicsit megriadok. A petárdákra büdöskök, kimegyek az erkélyre ordiválni, a büdöskök még nem hagyják abba. Nekem ez a szilveszter, ez semmit nem jelent. Én a vegavéslit már megvettem. Így, de finom lehet. Nem rossz egyébként. Most a drágábbikból vettem, a füstöltből. De miért egyébként belehúztok? Csináltok valamit? Van valami szilveszterkor? Mentek valahova? Na, szerintem nem. Neki este két kaszinótojásnak, aztán ami engem, ami karácsonyra megmaradt. Van valami tegyós leértékelés és kaszinótojás, amit bevágtok, 10-10 is ágyban vagytok, nem? Mindig úgy intézem a dolgokat, hogy a nővérem azokból csomagoljon, amik a leginkább tartósak és megmaradnak szilveszterig, hogy ne kelljen főzni. És eleget csomagoljon, mert akkor a két ünnep között se kell. Simán. Nem, ez a szilveszterre kicsit még szorongani kezdek, mert így azt érzem, tudod, hogy így nagyon most jön az, most közeledik, amikor nekem majd jól kell éreznem. Már jön, már csak 2 nap van, és igen, mindig nincs program, nagyon... és egyre jobban szorongok. Érezd, hogy... már jól magad, alá, érezd, már jól. Már csak 1 nap van, még mindig nincsen semmi, még ide hívtak, oda hívtak, de sehova nincs kedvem igazán elmenni, és úgy valahogy frusztrált leszek, és akkor inkább hogy nem vágok ebbe bele. De mi lenne, ha nem feszülnél rá? Egyszerűen elmennél egy buliba, és jól éreznéd magad. Ha? Mióta gyerek van, azóta nem voltunk nagyon, mert így nincs szívünk leadni. Vigyétek őt is. Hát, most már lassan 4, most már elvihetjük egyébként. Az lesz, hogy amikor majd ott tud aludni már valamelyik kis barátnál. És akkor neki is buli lesz a szilveszter, meg nektek is. Na most nem tudom, emlékszel-e erre a kis beszélgetésünkre, körülbelül 1 hónappal ezelőtt, hogy mi lesz, amikor a Benny először alszik ott. Nincs meg? Ja, tényleg. Emlékszel? Körbe megyek,
kamerákat telepítek. Ott alszom bele én is. Igen. Tehát, hogy nem lesz benne semmi, mert együtt fognak aludni, csak nem otthon. Minden esemény a jövőben az, ez egy feszültségforrás. Azt írják, hogy lesz Charlie a majom szentestén. Húha. Azt nekem most meg kell akadályoznom. Laci, keresd már meg, Léci. Charlie a majom, aki lenyomta Balázsot. Nézettségben. Az nem lehet szent. A szenteste lesz? Charlie a majom nem lesz szerintem. Az nem lehet. Ott tudjátok, hogy hány rész készült abból a Charlie a majomból? Ami 600 részt csináltak belőle. Hm. És mindig ugyanaz a majom volt, vagy csere majom? Szerintem ugyanaz a majom volt, és... csere majom. És a végén elpusztult. Az a, azt hiszem az a vége. Aha. Ja, igen. Azt hiszem belefagyott egy tóba. És alul még látta a gazdája arcát. Tényleg nincs meg nektek ez a vadonszava, hogy a végén belefagynak a tóba? És a kutya nincs. Szomorú. És fut a gazdája után, megtámadják őket az indiánok. És valami sátorban vannak, valami erdő közepén. Megtámadják őket az indiánok, a kutya leteper egy-két indiánt, de meghal a gazdája. És oda megy a kutya, és sír a tó mellett. És így vonyít. Aha. És ránéz a tóra, és ott látja a gazdáját. És törögeti a szemét a mancsaival. És visszamegy az övéi közé. Igen, és azt mondja, hogy a Beethovenbe imádtam. Igen, törölgeti, a, igen, nyilván ez történik, iszony, törölgeti iszony, a mancsaival a szemét. Bejönnek alulról, és megtörlik a szemét. Ez nincs meg nektek? És visszamegy az övéi közé, a farkasok közé. Visszamegy az övéi közé, még visszanéz, és azt látja, mondom, hogy ránéz egy ilyen vízfelületre, és alulról tükröződik. És sose értettem gyerekként, hogy ott már csak a kutya oda vizionálja a gazdáját. Vagy hát, bele, csak belelopták a vízbe. Vagy belefagyott a vízbe olyan gyorsan. Hmm. Viszont ha belefagyott, hogy tudott egy perc alatt megfagyni, mert az előbb még élt? Beteg. Hát... nem tudom, hogy ezt miért nem értitek. Na mindegy, jó. Lehet jelentkezni az év utolsó hármas ugrására. Van valami extra kérdés sorozatunk, János? Mit állítottál össze? A karácsonyi, többé-kevésbé. Nem akartam már ugyanazokat a közhelyeket eldurrantani, de egyébként mindegyik kapcsolódik némiképpen mind a három kérdés a karácsonyhoz. Igazi karácsonyos? Nagyon meghitt, nagyon jó? Most mondtam el, minek mondjam elég egyszer. De hogy meghitt, de. Kegyelem teljes kérdéseid vannak? Nagyon azok. Van plusz ajándékunk is, ugye? Van. Egy teljes készlet rakétajáték a szilveszterre. Így van, egy teljes készlet rakétajáték, és ez a használható utasítást olvassátok el, még mielőtt bármit is csináltok. Én is lőttem már neki az ablaknak, miközben a gyerekek néztek kifelé, és ők nem értették. De mit nem értettél? Le kell rakni, van egy zsinór, azt meg kell gyújtani, ezt arrébb kell menni. És nem tehát... belülről, tehát hogy ki kell vinni a házból. Mi volt ezen olyan bonyolult? Te rálőttem a gyerekekre konkrétan a rakétákat. De a többi szülő hogy örülhetett? Nagyon tetszett nekik, nagyon viccesnek tartották, fordítva lőttem el őket, és ezért mindegyik így nem az ég felé mentek, hanem a gyerekek felé. Az volt benne a vicces. Nem volt ilyen egyértelmű oldala, hogy milyen irányba lőjem el, meggyújtottam őket, és így tartottam, és mindegyik kiment a kezemből az ellenkező irányba. Egy született katona vagy. Egy gyilkolásra született. Egy ölésre született. Egy ölésre született katona. Igen, bármi fegyver a kezembe. Én két évvel ezelőtt úgy csináltam meg a rakétagyújtást, hogy egyik gyerek sem láttam, hogy odálltak az ablakhoz, és túl közel raktam le az ablakhoz, és hogy álltak, nézték, és én nem vettem észre, hogy fölfel már nem tudták látni a háztól. Annyit láttak csak az ablak. Annyit láttak, hogy mi így a haverémmal álltunk az erdőben, hogy tudod kinni, oda néz meg. Integettetek befelé, nézzétek, srácok. Bent hat gyerek, tudod, társaságban voltunk, hat gyerek áll az ablaknál. Lesz majd tűzijáték, lesz majd ma volt. Jövünk vissza a lakásba, és na milyen volt, na mekkorát robbant, mondta Viki, hogy figyelj, vagy a gyerekek semmit nem láttak belőle, mert az ablak előtt lőttük, és ugye a fejük fölött robbant föl, és ez így egyet a világon semmit, de mi felnőttekként jól szórakoztunk. Ha rám bíztad volna, érte, nálunk még a padlószőnyénk is felgyulladt. A teraszon lőttem el a biztonság körül, hogy a gyerekeknek legyen semmi bajuk. Az volt a szerencse, mondom, hogy kicsit vastagabb volt az üveg, mert mindegyik az arcuk előtt pattogott, illetve még meggyulladt egy padlószőnyeg is, amit a teraszon tároltam. Tehát elég látványos volt. Erre nem számítottak. Bármikor később kértek azok a gyerekek tűzijátékot, soha nem kapták már ugyanazt. Mondom, Mátyéknál volt az igazi. És jött egy kis poroltóddal, és leoltottad, vagy rábúzoltál, vagy mit csináltál? Ne, hát eltapostam. De konkrétan meggyulladt a padlószőnyeg is. Nagyon jó, nagyon vicces volt egyébként. Tehát, hogy én mindent csináltam, amit egyébként nem szabad. Hihetetlen nagy mókamester, hogy átmegyek hozzátok, ha ennyire minden megteszel, hogy szórakoztatod azt a közönséget. Hát jó, ott csak valami azbesztuszot hozzá magad. Valamit fölveszek, valami tűzállót. Na, az év utolsó hármas ugrása, jó? Tessék nyugodtan jelentkezni, extra ajándékokért, Klassz FM-es Morning Show ajándékcsomagért, extra nagy doboz tűzijátékért. Jó helyről szereztük be, nem feketén, megvan a használati utasítás, nem fog senki kezébe felrobbanni, jó cucc, minőségi cucc, jó? Ezt adjuk valakinek, lehet a játékra jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után.
boldog, békés, meghitt, kegyelemteljes az karácsonyt kívánok mindenkinek. Az hogy lehet? Nálam múlik. Gyerekek, hogy... Tehát, hogy ez ültek, ez ugye ilyen sztár énekes csapat volt, az a Band-Aid, az. Mindenki, aki arra járt. Uh-huh. Az. Hogy a hangmérnöknek így, vagy a zenei rendezőnek nem volt ötlet, hogy hogy legyen vége a dalnak. Nem. Most miért? Ne jó volt ez, nem ást. Megtapsolták. Jó volt ez. Mentek, jammeltek egy nagyot utána. Senkinek nem jutott az eszébe. Pedig nekem volt, nem, nekem egyébként nem igaz, de az egyik haverom, aki zenész volt, ilyen billentyűs hangszerekkel foglalkozott, volt egy olyan hangszere, ami ha megnyomtál egy gombot, akkor lezárta. És akkor így ez volt a vége. De hogy náluk nincsen ilyen gomb? Tízféleképpen lehet lezárni, vagy valami? Hát lecsengették ezt a dalt. Nincs állom a lekeverést. Nincs ezzel baj. Na! Gyerekek, karácsony van nem sokára. Ma vagyunk utoljára. Többen kérdezik, hogy mikor jövünk SMS-ben. Jövünk, de csak 6-án. Azt hiszem talán második, a harmadik a munkanap, vagy hát sokan szerintem azt is kivették, de hogy ugye elsője nyilván még nem, második, a harmadik a péntek, csütörtök péntek, akkor nem leszünk. 6-án jövünk majd. Ez egy hétfői nap, és akkor egy teljes héttel vágunk bele. Ismétlő anyagokkal itt vagyunk, második, harmadik. Igen, második, a harmadikán best of anyagok lesznek, és utána 6-án jövünk. 86-os tejköt, 30 méter látótávolság, Budapest és Veszprém, de főleg székesfehérvári HPH gyógyszer szállítóknak, akik gyűrik az aszfaltot, kellemes ünnepeket kíván. Egy hallgatón köszönjük szépen. BVSC Hungária körült Morning Show Studio 4 perc. Már meg is érkeztem, ezt Csordi küldte nekünk. Eltűntek az ablakmosók a Nyugatinál, illetve a Népligetnél, úgyhogy most már tényleg vége az évnek, és tényleg karácsonyon írják sokan nekünk, valamint 77-es főút Veszprém és Tapolca között ködös csúszós, de legalább kicsi a forgalom, jövőre és ugyanitt Könyves Nándi küldte ezt nekünk. Na, Tibire még rácsörgünk, ebben maradtunk, egy ilyen kis hangulatjelentése a 32 fokos Kopanga koszamui hadművelet keretein belül, hogy mi a helyzet vele. Azért ment ki oda, hogy egy picit így elfelejtsen minket, meg hogy így egy kicsit átlégüljön, de mi nem hagyjuk. Nem hagyjuk, és sőt, mi több, hát hívjuk, hogy növeljük a telefonszámláját. Illetve kint karácsonyozik. Milyen a tájföldi karácsony? Holnap, ugye, hát náluk azt hiszem, januárban van egyébként, de ugye ők 30 fokban karácsonyoznak. Azért ez elég. Elég jól hangzik. Elég, és nem? Már túl van ugye néhány full moon partin is. Nem csak a pálmafát nehéz földíszíteni, mert magasan van az ága. Igen, a csúcstiszt a legnehezebb felrakni rá. Hagyjad, hadd vitatkozzanak, hadd beszélgessenek. Akkor a tájföldön karácsonyozó, a 30 fokban a lábat lógató, a tengerben herétáztató, már itt is van. Ő az. Tibi! Tibi! Hát nem mehetünk úgy el karácsonyozni, hogy ne kívánjunk neked kellemes ünnepeket, Tibi. Figyelj, picit bennem volt. Tehát egy picit bennem volt a félelem, hogy nincs bennetek ennyi jó érzés, hogy engem is megköszöntsetek. De van! Hogy nem, hát azért hívtuk. Van! Milyen volt a full moon party? Figyú, nagyon szívesen mesélnék róla, de egy percére nem emlékszem. Tehát, helyes. Az csak így lehet végigcsinálni. Arra emlékszem, hogy kettő bébifókát ölelgettem nagyon magányosan reggel a dagályban, tehát hogy valami nagyon fura buli lehetett. Na, holnap karácsonyoztok? Tényleg, hogy néz ki? Tájföldön ugye azt hiszem, hogy januárban van a karácsony, de hogy ilyenkor, mint a tengerparton, megajándékozzátok egymás, vagy van valami kis cuki vacsora, 32 fokba, papucsba, flip-flop papucsba, szandába, és akkor ott... Ezt mondani akartam egyébként, csak egy pici vigaszul az otthon maradtaknak, hogy azért itt is tél van most ebben a pillanatban, és nincsen annyira jó idő, tehát most jelen pillanatban itt kimondottan hűvösnek számít, nem 35-6 fok van, hanem csak 31-2, tehát itt is hűvösnek számít most az idő. A másik az, hogy egyébként mi is ajándékozzuk egymást egyébként a páromnak, tehát általában az én Jézuskám az Magyarországról hozza az ajándékot, a párom Jézuskája pedig egy kupon lesz, hogy vegyél magadnak valamit Hadrinban, szívem. Tehát kicsit másképp tartjuk, de egyébként borzasztóan. Neked mond? Budapestről jön az ajándékod, megint töltött káposztát kértél? Igen, megint egy veknik kenyeret. Nem, de egyébként borzasztóan tartják a karácsonyt, tehát hogy nem hiszem, hogy pontosan tudják, hogy miről van szó, de nagyon ünneplik. Tehát, hogy mindenki Mikulás sapkában van, mindenütt föl vannak állítva, borzasztóan ízléstelen karácsonyfák, tehát ilyen digitális hópelyhek hullanak azért a műanyag karácsonyfáról, mert amit el tudsz képzelni ízléstelenségben, az minden van. De hogyha mondjuk tartanál egy ilyen kvízt, hogy,
mondjuk megkérdezi az embereket, hogy ez Jézus születése vagy Schumacher születésnapja, akkor az is szerintem itt a fele az embereknek élne a telefonos segítség lehetőségével, hogy körvonalazza. Na és milyen kint? Meleg, koktélok, tengerben fürdesz, flyboardozol, csak a szokásos, mi? Ugye, embertelen jó egyébként, most ebben a pillanatban éppen egyébként a dzsungel közepén vagyok, meg fölmentem Tongnájpánba, ami északi része van, és egy ilyen kis dzsungelen átvezető kis ilyen földúton lehet átmenni, most pont egy fél úton vagyok visszafelé, de embertelen jó, és pont azon gondolkodtam egyébként, hogy mindenki ezt a helyet a luxussal azonosítja, de baromira nem. Tehát pont az benne a poén, hogy három darab nyomorult rövidgatjában, meg öt darab pólóba olyan szinten a világ császárának érzed magad, hozzátéve, hogy én nyilván amúgy az is vagyok, de mindenki. Igen, neked mindegy, hogy öltözköd. Így van. Tehát nem, nálam ez nem a ruha hozza elő, hanem egyszerűen csak egoista vagyok, mint az állat. De most azt nem mondod őszintén, hogy kirándulni mentél ma, Tibi. Tehát ez nem te vagy, aki gyalog átvág az ős erdőn. Figyelj, megmondom őszintén, hogy tudod, egy kicsit próbálok most megfelelni a barátnőm által támasztott követelményeknek, hogy ilyen lovagias tegyek, mert egyébként a mai tervem is az volt, hogy rettentően bekarmolok a házam teraszán, de mondom, hogy kicsit megszíneztem. Hát jól hangzik ez. Igen. Pontosan ezért hívtunk, hogy ilyen életképeket halljunk. Hát figyeljetek, hogyha ezt akartátok hallani, ide csak, mint tudom, a részeg Mikulás jöjjön, mert itt más nem fogadunk. Szilveszterkor mi lesz? Van nagy ünneplés? Nem, csendes magányban egy lesötített szobában fog kicsőrni, és bámulom a falat. Nem, nagyon helyes. Persze, tehát kőkemény buli van. Hát itt azért a Full Moon Partynak a helyszín, a Hadrin van, ott ilyen embertelenben mozdulás van. Hát ott két évvel ez, tehát itt őrült tűzijáték van, ugye itt abszolút legális mindenfajta tűzijáték. Tehát, hogy itt az embereknek a gatyájukból is tűzijátékot fognak lőni szilveszterkor, tehát itt embertelen izé lesz. És ráadásul ugye technikailag ezek nincsenek is annyira leselejtezve, tehát itt gyakorlatilag az összes, még a földön fölrobbanó tűzijátékot meg lehet majd nézni, úgyhogy szerintem embertelen buli lesz. Úgyhogy majd fotózok, meg videózok róla. Jó, láttam azokat a képeket, amiket átküldtél, azok elég hangulatosak. Tehát így jól néz ki. Valam, hívom magam a skyboardra, vagy a skyboard? Flyboard. Valamelyik. Flyboard. Hát legalább a nevét tudtam már kipróbálni. Ott embertelent bemutatok. Tehát, hogyha ott egy ilyen brutál szaltót meg tudok csinálni, akkor azt küldöm neked, jó? Az a jó, hogy először azzal valószínűleg román fogod törni magad, tehát fölpattansz egy ilyen 6-8 méterre, kicsit megbillen az egyensúlya, tehát ott csúnya kék-zöld foltokat lehet szerezni. De mindenképpen küldjél róla képet. Azt nagyon, nagyon várom. Baromira, de embertelen hangulat. Tehát mondom, ez a kis sziget tényleg, és még egyszer mondom, azok, akik abban vannak, hogy itt most kötekszámra dobálom a pénzt, hogy konkrétan ilyen napi 1000-2000 forintot költünk, tehát hogy ilyen... De most mi kaptál egy vagyonosodásit? Vagy most mi ez a mentegetőzés? Megtalált a NAV, hogy miért vagy kint, vagy nagyon mentegetőző? Baj van? Kell egy kis segítség? És a NAV-nak üzenném... hogy nagyon-nagyon kevésből élünk itt kint, igen, nagyon nem költünk semmire. Nem, csak ez. Olyan szemetek vagytok. A repülőjegyet kaptuk. A repülőjegyet kaptuk, sőt kiúztunk. Nem. Csak pont az, hogy ez benne a poén, hogy elengedett teljesen ezt a jobb legyél, szebb legyél, gazdagabb legyél másnál, hanem bóklásra a nyomorúságos robogóddal egy koszos rövidgatjába, és tiéd a világ. Tehát, hogy ilyen tényleg nagyon nagy feeling. Igen, nézem a bungalókat. A koszos ruha az itt is jellemző rá, Tibi. Tudtam, hogy magas labdát. Csak itt farmer, ott rövid nadrág. Tehát vannak dolgok, amik nem rohadj változnak. Rohadj meg! Mondja, Gyari, mit akartam? Ez a szeretet ünnepe! Igen. Ez a szeretet ünnepe, ez a majális. Én viszont ezt láttam, hogy nagyon óvatos vagy, és te kifelé is üzengetsz már ilyen nagy léptékű helyekkel, olyan képeket raktál föl bungalókról, amiket szerintem a Missing in Action című Chuck Norris filmből kopisztál ki, mert tényleg a bungalók nem a luxusról árulkodnak. Nem, az éppen egy olyan volt, tehát hogy az éppen egy ilyen nagyon kis természeti hely volt, de egyébként borzasztó szép helyek vannak, mondom, egyszer, hogyha ti is megengedhetitek magatoknak, hogy ilyen helyekre eljussatok, akkor látni fogjátok ezt a csodát, addig meg ott üljetek, és így egyet. Nekem már megvan a koszos rövid nadrágom hozzá. Csak 10 éve lejárt az útlevele, és ugye nem hosszabbít, hiszen pénzkidobás lenne, úgyhogy egyelőre azon országok jöhetnek szóba, ahova személyvel is el lehet jutni. Na jó van, Tibi. Mind a hármótok egészségére, akkor karácsony szentestén iszok egy koktélt a tengerparton, hogy ezt elfogadjátok. Így áll egy jó kis koktélt, gondolj ránk, és januárban folytatjuk, jó? Kellemes ünnepeket. Jó, nagyon kellemes ünnepeket rohadjál meg. Kegyelem teljes, szeretetteljes karácsony kívánunk neked. Ciao, hello. Nektek is kellemes ünnepeket, sziasztok. Hello. Szia. Hát így kell ezt csinálni. Egyébként igazán. Olcsó is, hallod. De ez mi volt tényleg? Szerintem valaki rászól. Kapott egy navlevelet. Tibi.
Légy szíves, az elmúlt egy évedet szedd össze könyvelés technikailag, és vonuljál legyen szíves a könyvelőddel, vagy a meghatalmazottaddal egy adott időpontban elbeszélgetésre. Nem úgy tűnt? Igen. Nagyon úgy tűnt. Na jó van, az év utolsó hármas ugrás játékát játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A vége az lesz, hogy az úthoz is a Provident segítette hozzá. Igen. Jó ötlet volt, Tájföld, jó ötlet volt a Provident. Köszönjük. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Szia! Na mi van? Hát én vagyok, Erik. Erik! Sziasztok! Anyád, mit üzem? Hát anyám most vadul süti a beiglit. Akart nektek küldeni, de hát nem fogom tudni bevinni. Aztán majd azt beszéltük meg az Annával, hogy jövő év elején majd kocsonyát juttatunk be. Helyes. Jó is az. Csókoltatjuk a drága mamát, megérdemelne már ő is egy ilyen ajándékcsomagot, hogy ilyen szép üzenetei vannak, még ha ezek a te fejedből is jönnek, de akkor is csókoltatjuk. A nagy része az tőle van tényleg, tehát a gyermekkorom emlékeiből megmaradt jó kívánságokat és tudást szoktam átadni nektek is. Figyelj, Erik, amikor így eltűnsz egy hónapra, akkor így kiesel, vagy nincs pénz a kártyádon, vagy mondom, mama? Vagy van, amikor egy nap négy üzenet van, utána egy hónapig csend, olyankor mi van? Nem, van, amikor olyan munkám van, hogy nem tudunk rádiót hallgatni folyamatosan, és akkor ilyenkor nem tudok odafigyelni rátok mindig. De ne csak, hát küldhetsz akkor is, amikor nem hallgatsz, mert én beolvasom. Tehát ha én látom, hogy te üzentél, akkor én azt beolvasom. Jó, hát a képben vagyok valami, de akkor mindenféleképpen jelzek, akkor ezek szerint fogok majd Hát az üzeneteid nem kapcsolódnak szervesen a témához. Tehát, hogy igazából mindegy, hogy mikor küldöd, ha hallgatsz, ha nem, mindig helytálló. Igen, próbálod szerkeszteni a műsort egy-két hozzászólással, amik nem ide tartoznak, de szeretem, vagy szeretjük őket. Te mit csinálsz, Erik, egyébként? Mivel foglalkozom? Hát egyébként felújítással foglalkozunk, festegetünk, és hát igazából olyan generál kivitelezés. Mm-hmm. Egy jó kis generál kivitelezés. Na jó van, mennyi idős vagy? 36. Mondtuk, nagyjából egy idősek vagyunk, 77-esek vagyunk, te is júliusi, én is júliusi, és mindketten hiszünk a UFO-kba. Ez kb. Ez. Hát, azt szerintem gondolom, hogy gyere át szentestek, szerintem meg is van. Megyek mindenképpen. Szerintem lenne közös témánk, Erik. Vagy ha úgy gondolod, akkor esetleg délután is már átugrott, mert együtt fogjuk nézni a diótörőt. Is ki akartam próbálni a Balázsnak a távcsövét, amivel nézegeti a eget éjszaka, aztán hát ha látunk valami UFO-t. Hát bárcsak tudnám kezelni, ha egyszer valaki átjön és elmagyarázna, utána már nézegetném. Két éve kaptad karácsonyt? Három. Két éve kaptam, és még nem volt, aki elmagyarázza. De annyira jó távcső, hogy még mindig nem avult el. Gyerekek, az egy ionágyú. Konkrétan lent áll az alsó szinten, így két ember kell, hogy megemelje. Átmegyünk egyszer komolyan. Galaxisokat lehet vele, meg lófejködőt, meg mindent. Tehát arra nem jó, hogy egy csillagot megnézi, tehát a mélyeget lehet vele pásztázni. Nem gyenge, amit tud. Csak belenézek, és nem nagyon tudom olvasni egyelőre. Na mindegy. Milyenek a kérdések, Erik? Hát én nem tudom. Meg Jani, milyenek a kérdések? Milyenek a kérdések? Már hát küldtétek egyre biztosra, de menjünk. Hiszen megkaptad tegnap este tőlem a kérdéseket. Helyek közel kapcsolódnak a karácsonyhoz, nem nehezek egyébként, egyáltalán nem. Jó. Kicsit csókosok. Na figyelj, így szól az első kérdés, dedikált Egér Alatit. Hogy nevezik azt az ülőalkalmatosságot, amit a hagyomány szerint decemberben 9 féle fából készítenek el? Hát ez elméletileg a Luca székek. Ja. És gyakorlatilag is, ugye december 13-án kezdik el, és 13 nap alatt kell befejezni. Bizonyám. Mehetünk tovább? Igen. A második abszolút a karácsonyhoz és a karácsonyi ünnepkörhöz csatlakozik, hogy még jobban átérezzük ezt az ünnepet. Melyik hazai zenekar gitáros a Karácsony János? Elméletileg LGT. Yeah. De olcsó, de nagyon jó. Imádom az ilyen humort. Jól van, megvan ez is. Na, dedikált sapka, Erik. Neki menjünk, vagy megállsz? Nehéz. Sapka nélkül nincs karácsony. Hát próbáljuk meg. Szerintem vihető. Próbáljuk meg. De nem is annyira könnyű ugyanakkor azért. Összehozzuk valahogy, jó? Nem baj, már jelentem a kollégáimnak, hogy ordítsák, hogyha tudják a biztos választ. Okosak? Hát, na, ha nem, ne ordibáljanak. Mehetünk? Mehetünk. Dedikált sapkáért így szól a harmadik kérdés. Melyik folyóban keresztelkedett meg Jézus a Biblia szerint?
Ne kapkodj. Ne kapkodj, gondolkodj. Ne kapkodj. Ja. Haha. Hoppá, hoppá. Lehet, hogy megfogtatok. Nem, ez egy nagyon híres folyó. Erről a folyóról kapta a nevét az egyik leghíresebb amerikai kosárlabdázó. Így van, meg az a magyar színész a Tamás. Na? De szerettem ezt a fogkefét. Pedig meg szoktam nézni a NASA-n a fiét, és minden érte. Hallgassál már ránk, komolyan. Már annyit segítettünk. De... Jordan! Azaz! Istenem! Valaki már nem bírta hátul. Jordan! Szerencsét! Igen, Szabó Attila, szabos kolléga. Michael Jordan! Jó vagy Attila. Igen, Attila viszonylag olvasott. Igen. Jó. De ő is gondolkodott rajta, azért ne ilyen pizzuk őt, anyu. Ne fényezzük túl. Igen, de tudta. Tudta, igen. Tudta, ügyesek voltak, úgyhogy megvan az ajándékcsomag, plusz egy őrületesen nagy rakétacsomagot is adunk nektek ajándékba. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor szétszorom a srácok között, fellövöm őket a holdra. Jó. Érezzétek jól magatokat, lövöldözzetek, küldjük nektek, jó? Nagyon szépen köszönöm, és nektek pedig kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, aztán jövőre találkozunk, biztos. Remélem, hogy lesz megint forgatás a jó kis műsorban, és akkor támadunk oda. Ja, hogy jönnél, ja, mert hogy voltál a Wunderen. Kettőre sikerült elmennem, de bazi jó volt szerintem. Tehát nekem nagyon tetszett a hangulata, meg hogy azért nem úgy néz ki a dolog, mint a tévébe, tehát egészen más. Már mire gondolsz, ott jobb volt? Vagy? Jobb volt. Jó volt, neked, hát ott veszünk föl, abból egy viszonylagos 50 perc került adásba. Főleg a Kálmán kolléga, aki ugye ott a fő hangulatot. Ja, a Kálmán volt, ami bemelegítő emberünk. Igen. Nagyon nagy arc. Nagyon szeretjük, igen. Oké, küldjük neked az ajándékcsomagot. Kegyelem teljes, meghív, békés, boldog ünnepet kívánunk neked. Nektek is köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, Erik, hello. Béke veled. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, ha már annyit beszéltem a Prügyi Duóról, hívjuk már föl őket 9 óra után. Cserélkünk rájuk. Cserélkünk már rájuk, hogy mi van a Prügyi Duóval, mit csinál most a Prügyi Duó ebben a pillanatban. Hol vannak, kivel vannak, miért vannak ott, mit csinálnak? Mit csinál a Prügyi Duó? Ha most halljátok, kedves Prügyi Duó, ne felejtsétek el, hogy most ebben a pillanatban, illetve nem, az ez előtti pillanatban mit csináltatok. Mert később, amikor hívunk benneteket, akkor már nem az a pillanat lesz, ami most volt. Így van. Elérünk tőlük valakit? Megpróbáljuk, jó? Előkeríteni a Prügyi Duót, egész éve emlegettük őket, úgyhogy utána járunk. Mi van velük? 3 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok, jó reggel. Kegyelem teljes karácsony kívánunk mindenkinek. Hello. Boldog, békés, meghitt ünnepet. Természetesen. Jaj, gyerekek, lassacskán vége az évnek. Elbúcsúzunk egymástól, és majd 6-án látjuk egymást újra. Most még mindenki tele szeretettel. Tele elvárással. Most még nem, majd délután. És jön a 6., amikor ki ég belőled a dopamin, meg a szerotonin, meg minden örömhormon, és bizony, hiszed, hogy a januárnak nem lesz vége soha, és bevonszolod magad, és kezded az újabb évet. Ugye? Ez januárban mindig kicsit minden a kiégettségről szól. Hogy vége, lecsenget, vártad, vége van. De hát ez most még előttünk van. Ezeknél a zenéknél csak temposabb lehet januárban, úgyhogy... Ne fikázz ezeket a zenéket. Egyrészt mi választottuk ki? Őket. Én annyit mondtam, hogy temposabb lehet. Ezzel csak arra utaltam, hogy ezek viszonylag lassú. Ez a Melanie Tarzan, ez egyébként egy baromi tehetséges énekes volt. Ő nagyon Melanie Tarzan? Igen, pont ezt mondtam. Igen, Melanie Tarzan. Igen. Már nem él, csak ezt mondom, de hogy ő egy nagyon tehetséges énekes volt, nagyon jó hangja van. Feri. Ezt se tudod te. Na mindig. Egy-két SMS csak, hogy... Mint te tudtad volna. Reggel rosszat csináltam, és a párom jól lecseszett. Azóta benneteket hallgattak, és meg sem merek pisszelni, csak hallgatok. Úgyhogy ha nálatok nem is, de itthon tuti, én vagyok a nap hallgatója. Írja egy hallgató. Léci, bocsáss meg neki ma. Így van. Most. Most bocsáss meg neki, menj oda hozzá, öleld meg, és mondd azt neki, hogy nem haragszom rád. Mi van, te van, szamaritánus lettél, vagy mi van veled? Nem, jó voltam. Jézuskától, és semmi más nem kérek, csak azt, hogy a telefonom csörrenje meg 10 óra előtt, és bele tudjam kiabálni, hogy hatalmas morning show. Remélem teljesíti, mert ha nem, kitaposom a belét, az biztos. Szeretetben gazdag karácsony. Békességet a te szívedbe is. Újévi fogadalmam, hogy jövőre és naphallgatója legyek legalább egyszer. Boldog karácsonyt a Klassz FM-nek írja nekünk Kata. Kata, drága vagy, köszönjük neked is, kegyeletteljes karácsonyt kívánunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok nektek, Balázs Feri, Jani, üdvözlete, Pisti.
Csak egy ilyen kis szolid, visszafogott, de nagyon helyes kis üzenet. Reggel azt hittem, karácsonyi csoda történt, anyósom megtanult olvasni, újsággal a kezében sétált az udvaron, de kiderült, csak a kerti budira sietett. Boldog ünnepeket, írja Feri. Boldog karácsony nektek, srácok, köszönjük az egész évet, drágák vagytok, reméljük jövőre is így toljátok tovább. Üdvözlettel, Péter. Hát jó hír az, hogy itt leszünk, néhányaknak szomorú, akkor nekik szomorú hír, de sajnos jövünk 6-án, és toljuk. Tibinek küldjetek egy kis bájglit, kellemes ünnepeket, üdv Sanyi. Teszünk neki félre. Hát kérdés, hogy mit szól ez Norbi, nem? Illetve mit mond, hogy most mit küldjünk? Norbi, küldjünk valamit esetleg Tibinek? Bájgli. De biztos, hogy csak ezt? Bájgli. Semmi más? Bájgli. Hát akkor ennyi. Hát így van, számára ez a szent háromság, a bájgli, bájgli, bájgli. Ja, Istenem, gyerekek. Na, egész évben emlegettünk valakiket, én sokszor megkérdeztem, hogy vajon most ebben a pillanatban mit csinálnak. Tettem ezt 7 órakor, 8 órakor, 9 órakor, teljesen változó időpontokban. Ugye ők a prügyi duó, méltatlanul elfelejtettük őket. Nóri kiabálása még ezrek fülébe csengett, ugye a csillagszületik után. Szavazzatok. Igen. Tovább jutott a prügyi duó, és azóta kicsit méltatlanul elfeledkeztünk róluk. De vajon? Karácsony előtt egy nappal, 4:10 környékén, december 23-án. Mit csinál most a prügyi duó? Most? De most? Most. Ebben a pillanatban. Mit csinálhat most a prügyi duó? Hol vannak ők? Mit hát remélem telefon közelbe. Hogy hívják őket? Nekem csak prügyi duó. Mert Ricsi, Ricsi az egyik, ők azt tudom. Ricsi, van. Ricsi, igen. Ugye? És Krisztián. Mi van? Mi ennyire jó vagy prügyi duóban? Hát figyelj, azt hallgatja. Felvárva hallgatom. Morbid Angel, prügyi duót és Slayer. Nálunk szenteste prügyi duót szól. Na, hívjuk Ricsit, jó? Nincs egy prügyi duó dalod a netről. Be tudok én neked rakni, de hogy nem. Olyat, hogy besírok? Bebőg a makkod. Boldog karácsony. Kegyeletes karácsony mindenki. Hívjuk őket, Anna? Olyan izgatott vagyok. Hello, jó reggelt, Ricsit keressük. Ricsi vagyok. Hello, Ricsi. Ricsi, egy kicsit a rádiót halkítsd le, kérlek. Hogy mennyi arrébb, hogy a család azért tudja hallgatni. Igen. Na, most már lejjebb hallgattam. Na, mi újság van? Hát sokat emlegettünk benneteket. Igen, én is nagyon sokszor hallottam, nagyon sokszor örülünk neki, meg nagy hírré megy ilyenkor ez, mikor még nem is hallgatom, gyakran megkérdezik, hogy hallottam-e, hogy beszéltek minket a Balázsi, meg ilyenek. Sokszor, hetente legalább egyszer-kétszer emlegetünk benneteket, hogy vajon mit csinál most a prügyi duó. Ebben a pillanatban mit csináltál, Ricsi, amikor megszólalt a telefonod most? Most éppen leparkoltam oldalra, mert Tokajban vagyok. Tokajban? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát utazok majd Nyírbátorba, egyik ismerősemet fogom elvinni, és most megváltam oldalra, hogy... De drága vagy. Van már jogsid. Igen, persze. Tehát tényleg, olyan fiatalka vagy, a tévében úgy láttam. De tényleg? Mennyi idős vagy, Ricsi? 17. Hoppá. És vezetsz. Friss jogsid. Egyedül. Vagy Simpsonnal vagy? Nem egyedül vagyok, de már nagyon sokat vezettem. Jogsi nélkül. Mi még, amikor gyakorlatoztál, gondolom, ott otthon a kertben? Hát igen, akkor is, de most azért intenzívebben. Na, figyelj, a műsorban ugye sokat hallottunk rólatok, ez hány éve volt? 2? Hát igen, körülbelül. Csillagszületik, ugye? Jól emlékszem, csillagszületik igen, volt. Igen, igen. Na, de hogy azóta úgy a prügyi duó egy kicsit eltűnni látszik, hogy mi van veletek, Ricsikém? Hát az igazság, hogy tanulunk, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy milyenek azok. Úgy nagyon sok fellépésünk nincs, de van egy kedves ismerősünk, aki egy Európa Klub nevezetű program keretében szokott minket itt Borsod megyében elutazgatni, és fellépünk. De hogy nincs túl, és a műsor után voltak azért fellépések? Tehát utána hívtak benneteket? Hát az igazság, hogy a műsor után úgy még lehetett érezni azt az érdeklődést irántunk, meg ilyenek, de nagyon sok fellépés nem volt utána közvetlen. Meddig jutottatok a műsorban, arra már nem emlékszem, legyűrtetek egy-két élőt, nem? Hát a legjobb 5-ben estünk. Hát ez nagyon szép eredmény. Legjobb 5. Mondtam én. Hát, jól tolták. A prügyi duó. Ügyesek voltak. És azért dalokat írtok? Készülgettek a jövőre? Igen, írunk, gyakorlunk nagyon sokat, és írunk nagyon sok dalt. Hát reméljük egyszer majd meg fog jelenni. Valaki csak felkarol minket. Balázs? Meg, meg már bővült a csapatunk, duóból trió lett. Ne! Vettetek egy szintetizátor? Ne!
hárman lettetek, tényleg? Igen. De mit csinál a harmadik, vagy ő miért kellett? Ő gitározik. Ó, hát az na. Jó. És már akkor... ízlelgessük azért, ez egy Prügyi trió. Prügyi egyébként tényleg most Prügyi mi lesz? Trió. Át kell nevezni hát. A csapatot? Hát, az az igazság, hogy itt már úgy ismernek minket. Hogy? A Prügyi trió? Hát, hogy Prügyi trió. Hát én januártól csak így kérdezem, hogy vajon mit csinál most a Prügyi trió? A Prügyi duó már a múlté. De figyelj, nehezebb kimondani. Prügyi trió, miért fogok izzadni, igen. De lehettek egyébként továbbra is Prügyi duó, mert az új gitárosnak nem feltétlenül kell elő lennie, lehet, hogy játszhat ő a takarásba is. És akkor kisebb a gázs is, csak mondom. Igen. Ő csak egy gázsit kap. Van egy Richie Blackmore nevű gitáros is, biztos te is hallottál róla. Ő volt olyan viszonyban a saját csapatával, hogy nem volt hajlandó velük egy színpadra lépni, és ezért hátul játszott a takarás. Ezért a koncertre elment. Imádom. Én az ilyen embereket imádom. Hát ő nagyon nagy forma. Már itt azért megszokták azt, hogy Prügyi trió. Néha elmegyünk egy fellépésre, és valaki erül nagyon, hogy itt van a Prügyi trió, és néha trió helyett diót mond meg ilyenek, de ilyenkor még jó, nem ettünk, szóval gyártörő. És mi most a tracklist? Mit játszotok? Hány számban beütve, hogy miket toltok, Ricsi? Hát az igazság, hogyha elmegyünk egy ilyen lagziba, vagy valamilyen bárszerűségbe, ott nekünk muszáj délutántól hajnal 4-ig játszani, szóval nagyon nagy repertoár állunk. Hát akkor mindent játszotok. Máté hát Pétertől igen, a Slipknotig. Nem mindig lassú zenéket játszunk, az csak a műsorban játszottunk lassú zenéket, amúgy mi teljesen más stílust is képviselünk, szóval játszunk mindent. Uh-huh. De akkor műsorban azért játszottatok lassú dalokat, hogy kapjatok szavazatokat, nem? Mert egy ügyes húzás volt akkor. Hmm. Nagyon jó gondolkodnak. Úgy lassú, szerelmes, aha, szomorú, és akkor szavaznak az emberek. Ez egy jó megoldás. Aha. De azért jó ez a trió, visszatér vele, mert tudnak újraindulni. Hát ez már nem ugyanaz a zenekar. Ez már egy tök... Ez egy tök más. Hát az igazság, hogy mi már nem szeretnénk visszaindulni a Csillagszőtikbe, mert már Krisztián se, meg én se bírnám a Puzsé Robertet. Szóval... Ti voltatok abban a szériában, amikor a Puzsér volt? Így van. Bántott titeket? Hát persze, hát amikor a tévében mutatták, hogy kik a döntősök, akkor ő előtte látkozta magát, hogy ne rakjanak be minket, és akkor úgy haltott ki minket a Hernádi Judit. Szóval, hogy nagyon sok mindenkinek volt beleszólása, itt ezért kerültünk be. De figyelj, a Puzsér, ha lesz Csillagszületik, szerintem nem lesz benne, mert ő most éppen valahol Tájföldön keresi a boldogságot. A boldogságot. Igen. Én is ezt hallottam, hogy nem lesz, de hát akkor is ez nehéz lenne most ezt megoldani, hogy most megint a selejtezőkre mi utazzunk fel, meg a... Persze. Hát meg nyilván az egyszer szerintem. Elég volt. Na jól van, mi most az új számotok, amiben bele tudunk hallgatni? Van fönt valami az interneten? Hát az igazság, hogy új számunk az interneten nincsen fent. Hát most fellépések voltak felrakva a Facebookra, hogy most voltunk pár fellépésen, de szerintem, ha volna még, azt ismeri mindenki. Azaz. Igen, az jó. Az szép dal volt. Te most mit kamuzol, te rohadt? Ne, emlékszem rá. Nagyon is ebben, ha volna még. Véletlenül azt írtam, hogy ha volna még, de hát... Ja. És bejött valami? Ha volna még. Fönn van a neten? Ott van. Igen, nem. Fönt van. Igen. Ki a Gyuszi? Mert ott van egy Gyuszi nevezetű név is mellett. Ő kicsoda? Hát én azt nem tudom. Nem tudod, hogy... Valaki beszállt, úgyhogy nem tudok róla. Lehet, hogy egyébként a Krisztiánnal dumáltam, mert csak neked még nem szóltam. Lehet, hogy ő a negyedik már, igen. Jó van, Ricsikém, vigyázzatok magatokra, jó? Nagyon szépen köszönjük. Jövőre is megemlítelek benneteket. Már Prügyi okay. trió néven nem egyszerű ezt elmondani, vagy így kiejteni. De mi drukkolunk nektek, kedvelünk benneteket. Jó? Köszönjük szépen, kellemes karácsony. Nektek is nagyon boldog ünnepeket. Vigyázzatok magatokra. Sok sikert. Köszönjük szépen. Szevasztok. Ciao, Ricsi. Hello. Szia. Helyes fiúk ők. Van terv a jövőre nézve. Látod? De Istenem. Milyen fiatal és mennyire jobban nyilatkozik, mint például Andy a Hooligansből. Jó, hát Andy nem egy nagy nyilatkozó. Tehát másd az utózenekarunkat. Ja, tényleg. Halló. Na hát, erről is még beszélni fogunk. Mi Andyről? Már beszéltünk. Nem, a koncertetekről a januárban. Hogy milyen volt, igen. Utólag. Tényleg Hooligans koncert. Lesz. Bizony, 27-e. Lesz. Nem Hooligans koncert, Best of koncert, csak ott lesz a Hooligans is. Hmm. Meg a
Az egyetlen zenekar, akinek az utózenekar a Huligán. Így van. Így van. Hát nem adtuk alá. Sőt, két utózenekarunk lesz a Republik is az utózenekarunk. Na. Följönnek hozzánk egy darab, és utána eléneklik az új dalukat. Még ez lesz. És komolyan? Utána jön a Huligán. Együtt elnyomtak egy nótát? Egyet, egy jó repül a bálnát, azzal nincs baj. Mindenki ismeri, tombolós, tapsolós. Mi azzal kivonulunk, szevasztok, és átadjuk a terepet az amatőröknek. És jöjjenek a dilettáns. Hány dalt fogtok tolni? 40 percet kell csak játszani, ez kicsit nem sértő. Nem adtak túl sok időt. Igen. Na, nem, tudod ki a franc kíváncsi az előzenekarra, a legrosszabb. Igen, de nem, én nem szeretem az előzenekarokat. Mondjuk, hogy már nem a best of-ot, hanem hogy nem arra mentél. Mondjuk azt, hogy a best of az egyetlen előzenekar, amit szeretsz. Ha egyszer megnézni, akkor szeretné. Figyelj, hogyha mondjuk ősbikini számokat játszatok, az lesz az is. Ja, igen, 40 perc. Jó lesz, készülünk, nagyon izgulunk. Állítólag ital lesz, azt mondta Huligánz. Hát mondom, nálatok sosincs gyerekek, ne hülyéskedj. Akkor neked a 28-án azért az masszív pihenés egy sötét szobában, nem? Dehogy is, nem? Akkor már figyelj, a 27-én belököd a szekered, az már harmadikán, hát el kell guruljon. Majd csak valaki kihúzza a fényre. valaki vigye haza. Na jó van, gyerekek, zenéljünk még egy picit, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Jó, aztán szépen lassan mi is elmegyünk karácsonyozni, mindenki bepotolja még azt, amit be kell pótolni, megveszi, amit meg kell venni. János még behalad egy-két leértékelésben. Azt hiszem. Hát hát, amíg utolsó pillanatban. Hát, ha esik valami, érted? Hát, ha még ma valamit úgy értékeltek le, hogy tegnap még nem volt leértékelve. Csá. Igen? Rohanok tovább, persze. De most kérhetnék valamilyen karácsonyi dalt? Persze, kérhetsz a otthonra. Gyerekek, egy évben egyszer ezek a karácsonyi dalok beleférnek, nem? Hát kétszer most... indokolatlan is lenne. Nem? De most én nem értem, mi bajotok van ezzel. Tehát, hogy most adhatnánk ugyanazokat, mint minden évben egyébként 66 ezerszer. Uh-huh. Most egy kicsit a mai tracklistánk egy kicsit más. Hát most szerintem ezzel nincsen baj, jó ez. Ez a Melanie Thornton dal is egyébként egy jó dal volt. Jó volt. Mm. Bárfelé nem is van. Na tessék, akkor mondj egy ilyen. Hát mondjék, hát mi? Azt se tudtad ki az. De most az a baj, hogy fikázzátok ezt, de közben neked a csirkedaráló ilyen hörgő, röpögő ilyen. Na és mindjárt jön az AC/DC. Aki egy AC/DC-t hallott. Mondj egy karácsonyi dal tőlük, esküszöm berakom. Mondj egyet. Mondj ettől ez a hörgök, röfögök, hosszú zsíros hajam van. Kicsit általános. De nem rossz. De mert te hörgő zenéidben, ugye ő nekik a karácsony egy kellemetlen dolog, nem ünnepelnek, meg nem fejezik ki. Sátánisták. Sátánisták, nem ismerik az érzelmeket. Templomgyújtogatással ünnep. Mondj valamilyen svéd gótmetától valami karácsonyi kellemes, hallgathatok arra, esküszöm megtaláljuk és betesszük. Hát mondtam, hogy nincs, addig ez a Twisted Sisternek van egy konkrét albuma, aminek az a címe, hogy Twisted Christmas. Tehát, hogy de azon belül ilyen karácsonyi dalokat énekelnek? Hát ha Christmas most mondom, benne van a címében. Tehát, hogy ez az egész album csak karácsonyi nóták metalban. De az nincs bent a gépben. Az a baj, ezt már nem tudjuk megtalálni, igen. Na jó van. Oké, egy rövid dal, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:30 lesz, pontosan 5 perc múlva. Christmas.
szeretet járjon át mindenki, drága testvéreim. Drága barátaim az Úrban. Angyalportól csillog. De kemény volt. Egyet tudok mondani, kegyelet teljes karácsony mindenkinek. Kegyelem és kegyelet teljes. Na, tessék, ez Bon Jovi volt. Tehát én próbálok a rockerektől berakni valamit. Jó volt, de hát, most ez egy Bon Jovi dal volt. Akkor miért egy Bon Jovit raktál? Miért? Miért egy rocker nem énekelhet? Most próbáltam. De egy rocker, igen? Igen. Mi volt ezzel a baj? Ez már azon 11 óra van, az anyósod nagyon berugott, te lassúzol vele a falat. A feleséged kicsit kidőlt, a gyerek alszik, a mama még egy kicsit drinkelne, és úgy kicsit te is mázi, hogy meg vagy állakulva. Már tolják össze mustáros papírtálcákat partvissal. Igen, és akkor egyszer csak anyósod kitalálja, hogy táncoljuk. Táncolsz. 11 óra van, már mindenki nagyon fekszik. És lassúzol egyet az anyósoddal, nem? De a lányomnak nem mond meg. Jaj, megfogtad. Kicsit sokat tittam. Balázs, ne fogdosd a seggem, na jó, mégis. Ugye? Ez már az a pillanat. Na, itt egy kis bólét, már bedrinkeltél, minden, lement az ünnep, stresszmentesen, túl vagy rajta. Gyerek alci, körül az ajándéknak. Valaki még akkor... ilyen mint a vízben fuldokló mentővért kúszik a földön az üres műanyag poharak között a bólistál irányába, húzza magát az arcot. Jöjjön, mama! Ég még egy csillagszóró, nyugiban kinézel, látod a városi fényeket, és a mama nagyon tolja, nem? Egy takarítőnő rakja magának össze a csirked combokat, amit megmaradta. Igen, faterod vitatkozik a híradóval. Én ezt nagyon bírom. Na jó van. Kilövünk 10-kor még egy utolsó nagy vásárlásra? Igen? Berongyolok egy jó kis bevásárlóközpontba. Van, megrendeltem egy nagyon drága ajándékot, majdnem 700 forint. Állj, de nagy vonalú. Az megjött, jelezték. Jó van, kirúgtak a hámból, látom. Így van, 700 volt a csomag, 800 a postaköltség. Igen, 100 az ajándék. Figyelj, egyszer van karácsony Vadonéknál is, muszáj. Nincs ezzel baj. Oda kell tenni magam. Pénztárcádban a kis kuponok még mindenhol. 20-30%-os kis vásárlói kuponok, törzskártyák. Helyes. Holnap 24-én egy jó hamburger ebéd. Annyit használtam az ünnepek alatt a pontgyűjtőkártyámat, hogy alkoholos filcert kellett rá visszaírni, hogy szuper hop. Na jó van. 9:30 múlt pontosan egy percem. Kegyelet teljes karácsonyt kívánunk mindenkinek, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Komolyan, higgyétek el, hogy volt ilyen, ugye a Vadon szavak kiváló regény, és megfilmesítették, és a végén valaki belefagy a tóba, és a kutya ott ül, és az egyik operatőre. Az alsó képet csinál. Nagy totál, hátrált, aztán mi lett a tudom, hogy bármikor láttam moziban, gyermek voltam, mindig sírtam. Annyira szomorú volt, hogy a kutya szereti a gazdáját. És de akkor... azért sírtál, mert vége volt a filmek, és haza kellett menned. Igen, és tudtam, hogy otthon milyen állapotok vannak. De ez még az időszak, amikor híradó volt a film előtt. Lement a híradó, 20 perc, végig szenvedted, és akkor utána megnézted a Vadon szavát filmfeldolgozásban. Nem, tényleg jó volt. Csabi, hello, jó reggel. Én csak a híradóért mentem. Én azt imádtam. Jó reggel. Hát látok, hogy sok élet történhetett akkor. Látod, nagyon mozgalmas életed lehetett neked is. Ugye, és miről szólt? Emlékeztek a híradóra? Ugye beültél egy moziba, 20 perc híradó, ez a mostani generáción a fiataloknak már semmit nem volt, csak én gyárakból megmutatták, hogy megy az üzemszerű termelés, szövetgyár. Az 5 éves terv teljesítése tervszerűen zajlik. És végig néztél a moziban a híradót, te nem emlékszel? A kispesti textilgyár ebben az évben is túl teljesítette a tervet. Semmi autoritás nem volt. Nem, benne. Csak leadtak egy híradót, és azt hitted, hogy soha nem lesz vége. Annyira vártad már a filmet, az a 20 perc, akkor az életed hosszának tűnt. Soha nem akart eltelni. És utána nem jött hiszem. A film. Úgyhogy miből maradnak ki a mostani fiatalok? Nem, hogy ez már szerintem nincs? Szerintem annyira ezt nem sajnálja. És valamiért fel se tudja, nem tudom. Valahogy nem. Ugyanakkor meg azért ezek olyan dolgok, amikre így úgy gondolsz vissza, hogy van egy ilyen kollektív emlékezés benne, nem? Hogy ez neked is megvolt, nekem is megvolt. Egy olyan közösségi élmény, ami most már nincs meg. Nem mondom, hogy kellene újra ilyen, csak ezek jó dolgok. Vagy nagyon régen voltam moziban, amikor híradót adtak, de nekem úgy rémlik, hogy ráadásul a híradó az mindig fekete-fehér. Így van, volt. Igen. Fekete-fehér volt. A híradó az fekete-fehér. Fekete-fehér 20 perc, és végeláthatatlan hosszú volt. Soha nem ért véget. Igen. Mi újság, Csabikám, meg vagy mindennel karácsonyra? Képzeljétek el, csak ezt az alsó sort olvasd már, hogy nálunk ez mindig így van. Jó, közben figyelek, igen, mondd csak. Nálunk ez mindig így van, hogy ha jönnek ilyen olyan ünnepek, amikor több napig nem történik semmi, tehát be vannak zárva a boltok, akkor nálunk valami tönkre megy. Leginkább a kazán. És most megint mi? Hát most
hál' Istennek ez a kazán volt annyira jó fej, hogy egy nappal megelőzte ezt az egészet. Tegnap este mondta azt, hogy na most feladom, Szóner, megállok. Szóner kazánod van? Na most mondjam be a... Ja, nem azért, mert van szerelőm. Ja, de kazánban aztán, annyira otthon vagyok. Ma reggel megoldottuk. Ja, jó. Nekünk piszkavasunk van. Egész éjszaka ott googoltam mellette, és imádkoztam, hogy ne robbanjon fel. De aztán hál' Istennek csak egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen szelep. Vagy, az, mondjuk szelepnek. Így van. Mondhatsz bármit egyébként, mi nem voltunk, ott nem láttuk, nem tudjuk, hogy mi az. Na, dugattyút mondasz, mondja azt is mondja. Egy ilyen izé. Tőcserélőt, azt is mondasz. Mondja, jó, ha van jó, ha nincs jó kazánosod olyanomban, figyelj. Már egy kis gatyába lesztek egész ünnepek. A tökötökről is folyni fog a víztesó. Érted. A lóhát újra látod. Úgy alá pörköl, mint még soha. És azt nem lehetne, hogy amíg ő szereli több napig, addig átmegyünk hozzátok mindannyian. Gyerekek, holnap anyámék is. Délután 4 órakor nálam közös diótörő nézés. Nem jössz át, Csabi? Aki jön. Dehogy nem. Van kaja, rengeteg alkohol. Délben nagyon részeg vagyok. Embernek már még nem tetszett ugye a diótörő, ahogy nekünk fog. Higgyétek el, körbejáratunk egy nagy trombitát, olyan jól fogunk szórakozni. Az a diótörő, vagy valami különleges előadás? Nem, az M1 adja 4-kor a diótörőt, és választottunk műsort, és én meghívtam a csapatot egy nagy közös diótörő nézésre hozzám. Délután 4-kor, csak egyelőre hát nem látok csillogó szemeket magam körül. Hát azért meglepődnél, ha tényleg ott lennénk. Én imádnám átjönni. Mindennyien átmennénk, és ott. Mindenki bekészülve. Mindenki hozna valami. Imádnám. Mi eleve nagyon sokan vagyunk, én szeretem. Ilyenkor bírom, hogy sokan vagyunk. De vihetünk magunkkal még plusz embereket? Persze. Még egyet. Sose vagyunk elegen. Hozzatok nyugodtan. Már akkor itt adás közben van mondom a címet. Hú, te holnap vagy adás van? Holnap nem. Nem? Holnap után vagyok. Ki van holnap? Garami? Garami van. Hát ő az egyetlen család. Hát ő szeret is bent lenni. Ő ugyanannyi emberrel karácsonyozik itt, mint otthon. Nem, itt többen. De van tévé, bekapcsoljuk neki a diótörőt. Mondjuk fel egy ilyen közös üzenetet. Tényleg. A Garaminak. Egy diótörő videokonferencia. Akkor legalább kapcsolódjunk össze Skype-on. Nekem hiányozni fogtok holnap. Legyen egy ilyen Skype-on boldog karácsonyt kívánunk egymásnak. Begyűjtitek a családot, fölrakjuk a kamerát. Nekem nincs Skype-om. Nincsen? Skipét sincsen? Az. Azért, mert tudom, ti nem annyira ismertek, tehát úgy keresd a gépet, hogy Skype. Ja, úgy megvan. Biztos van egy jó Skype. Ne úgy keresd, hogy Skype Feri, nálatok a Skype. Hát mondom, A-val, J-vel. Azért, hidd el, hogy van az, csak ne úgy keresd, ahogy ejtett. Biztos, hogy van egyébként, Feri. Skype? Milyen csomagotok van? Még olyan van, amiben van Skype channel, nem? Akkor van. Skype-nek keresd, Feri, Skype-nek. Úgy van. Na jó, hívjuk a naphallgatóját, aztán menjünk, mert már nagyon fáradtak vagyunk. De hol? De melyiken van? A diótörő. Gyerekek, ilyen reklámot a közszolgálati tévé még nem kapott. M1. Hát a közszolgáljuk vele. A hívószám jelenleg nem elérhető. Nem áll. Próbálja meg később a hívást. Igen. Nem, Laci, nem érhet véget ez az adás, anélkül, hogy ne lenne valaki a naphallgatója. Ezt nem engedhetem. Csak a kloákámon keresztül. Valami hasonló témán láttam. Mint ez egy diótörő. Csak annak nem John Tornáról. Válasszunk másikat. Hát. John Ford. Gyere, Anna, gyere. Vigyázz, az én kezem. Na. Hello, Anna. Hello, Csabi. Boldog karácsony. Neked is. A Leszire maradhatunk? Nem, azt mondta, hogy én már nyalni egyedül akar. Én mondtam, hogy a Leszit egyedül nézem, de ha ott maradsz, én örülök neki. Nem elérhető. Mi most mit gondoltál, hogy ha neki nem elérhető, neked elérhető lesz? Igen. De miért nem egy másik mert számot hívunk? Mert én hiszek önmagamban. Nem, fölhívtad ugyanazt a számot? Igen. Jó, ezt addig hívjuk ezt az egy számot, amíg elérhető. Bocs, Csabi, te is folytasd már. Délután 2 óra. Tik-tik-tik, időketegés, délután 3:30. Nézzük, elérhető a szám. Miért nem hívunk egy másik számot? Van egy csomó. Lenekéssük emiatt. Ja, nem megyünk el naphallgatója nélkül. Annyi helyes SMS-t kaptunk, hogy egyszer nem megyünk el. Jó? Na. Nem, ezt most én nem szeretik. Szeretném úgy befejezni ezt az adást, hogy legyen naphallgató. Aki egy picit az évhallgatója is, mert hogy veled áll jó. Vannak plusz ajándékaink egyébként. Bizony. Hát itt 50 000 forintos. Még nézed, én még nem. Ja. Ja, meg tessék, tűzijen. Itt van, hívd őt, jó? De ne őt, hát már nem őt hívd. Őt. Ne őt, hát most mondja, hogy őt hív. Őt. De őt. Na. Egyet csak. Remélem fölveszi, nagyon helyes SMS kér. Őt. Hát nem vagytok viccesek. Őt. Nem az szart, nem. Ő az. Olyan, mint talán most részegek lennénk. Miért nem? Miért nem? Vedd már fel. De ő vegye fel? De ő vegye már Morning fel. Morning Show.
azt írtad nekünk, hello Szilveszter, így hívnak? Igen, igen, igen. Hello Szilveszter, azt írtad, hogy sajnálom, hogy nem lesztek már idén, pedig 31-én leszek 31 éves, és reméltem, hogy életek a nap hallgatója, mert életemben nem sok szerencse ért, és hátha. De ha ez se jön össze, szomorú leszek, remélem hívtok, hogy szebb legyen a karácsonyom. Kellemes ünnepeket, üdv Szilveszter. Na, mit szólsz? Hirtelen szóhoz nem nagyon jutok. Na, tudsz? Halljuk. Igen. Meglepett. Nagyon-nagyon örülök. Tényleg kicsit szomorkásan telik majd, vagy nem? Hát, igazából úgymond a karácsony nálam mindig szomorkásabb. Uh-huh. Na, hát akkor hát egy kicsit földobunk, de jó? Aztán jön a Szilveszter, akkor névdobom. Igen, szegény. Azt hallgatod. Figyelj, Szilveszter, van egy csomó ajándékunk, nagyon helyes SMS-t írtál, amit az előbb felolvastam, úgyhogy téged választottunk, jó? Nagyon-nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy azért talán így egy kicsit jobb lesz, vagy könnyebb lesz. Ugye azért azt tényleg tegyük hozzá, hogy nem mindenkinek örömteli az ünnep nyilván, de az ember talán elvesztett olyat, aki már nem lehet vele. De ezzel hát egy kicsit jobb kedved lesz. Hát, jó, Szilveszter? Hát igazából nekem másra terjed vissza ez a dolog. Na, de akarsz, hogy meghallgatjuk, nem ha akarsz róla beszélni, hanem az se baj, megértjük. Hát igazából az volt a történet a dolognak, hogy tehát aki most a feleségem párom. Igen. Az engem pont karácsonykor hagyott el jó pár éve. Aj, na. Na, de hát akkor most már összejöttetek újra, nem? Igen, igen, igen. Na, hát 7,5 év után meg volt az esküvő, de még nagyon az elején volt a kapcsolatnak, és akkor nagyon-nagyon mély sebet ejtett rajtam. Azóta nem annyira ugrálok a karácsonyi, majd ha esetleg lesz saját gyerek, akkor talán. Ő van most mellette, tehát együtt vagytok? Együtt persze, együtt is élünk, úgyhogy hála Istennek. Hát figyelj, akkor nyilván a megbocsátást kell egy kicsit gyakorolnod, meg ezeket. Nincs gond vele. Tehát másfél év után úgymond elhidegült a dolog, karácsonykor elköltözött, elhagyott. Uh-huh. Az úgy nekem mély nyomot hagyott, ő ezt tudja, de igazából... De visszajött és együtt vagytok. Uh-huh. Vissza, három hónap után. Uh-huh. Hát ezért mondom, hogy a lelkeden belül megbocsátás. Szilveszter, mi reméljük, hogy azért így egy kicsit jobb lesz, jó? Próbáld most már a jó oldalát nézni a dolgot. Azért Szilveszter, kújszok az egészségetekre. Jó, helyes. Születésnap, névnap, úgyhogy. És arra gondolj, hogy szerencsés vagy, mert visszajöttél, egy csomó ember van, aki egyedül karácsonyozik, rengeteg ember van, aki lenne valaki, de nem ennyi, tud. Ennyinek nagyon örülök. Rengeteg embert föl se hívnak karácsonykor, és egyedül van, és meg se szólal a telefonjuk, és senki rájuk se nyitja az ajtót, úgyhogy ez a Szilveszter, ez egy tök jó állapot, hidd el. Meg van jó néhány olyan ember, akihez nem térnek vissza azután, hogy elhagyták őket, hozzád visszatértek, és ez azt mutatja, hogy mennyire fontos vagy neki. Igen, igen, ennek nagyon örülök. Küldünk neked egy csomó ajándékot, jó Szilveszter? Jó, rendben. Balázs, még annyit, hogy én nagyon sajnálom, hogy a sztár műsorotok nem lesz többet, csak ez a 9 adás. A Wunderre gondolsz? Igen, igen, én szerettem nézni. Nem biztos, hogy nem lesz jövőre. Tavasszal biztos, hogy nem, de a jövőre. Jó, jó értelemben, de azért csak, hogy ti mekkora állatok tudtok lenni néha. Drága vagy, köszönjük szépen. Kellemes ünnepeket. Fahé? Hát fahé. Az, igen. Azóta is azt reggelizik. Az egy csúcspontja volt, igen. Azóta is néha jelentel felül és felkölyeg egy negyed kiló. Néha füstöl a szám még mindig, amikor így valaki hátba vág. Szilveszter, boldog ünnepet neked, jó? Nektek is kellemes ünnepeket, boldog új évet. Próbálja jó dolgokra koncentrálni. Ciao. Hello. Na, miért választottam? Jó vagy. Na, milyen érzéken? Nagyon jó. Nem véletlen. Már csak a fekete férjén nem is így ment. Jó ide, aljas vagy, de szép hogy volt. Hogy miért nem rohadt meg. Szép volt. Na. Akkor holnap diótörő? Gyerekek, délután 4 órakor a szívem és a lakásom ajtaja nyitva van, aki kopog, beengedem. 4 órakor a címet elküldöm SMS-ben. Jó. Jöttök, és együtt karácsonyozom. Oké. Okay. Jó? Diótörő. Én már most sírom. Csabikám, remek zeneid lesznek? Ráadásul. Hát ezek után, ahogy a Szilveszterrel beszéltél, csak a Süss fel nap című dalt tudom hozni a karameltől, mint újdonság. De most már karamell ide jutott, hogy süss fel nap fényes. Ne, ez a dalának a címe. Imádom a karamellt egyébként. Jó dal, ezt még nem hallottam. Ez nagyon jó. Ezt ajánlom, hogy hallgass meg. Ez legalább annyira jó, mint az összes többi karamell. Drága hallgatóink, elköszönünk. Köszönjük szépen az egész éves kitüntető figyelmet. Reméljük, hogy talán azért egy kicsit nem bántátok ezt meg, hogy minket hallgattatok. Elmegyünk, pihenünk, nem is leszünk egészen január 6-áig. 2 napot ott mi kivettünk, ezt tényleg nézzétek el nekünk, a 2-3-at. De január 6-án, január 6-án jövünk újra, és reméljük, hogy jöttök ti is velünk vissza. És ha leültök és megnézitek, vagy esetleg belenéztek a diótörőbe, gondoljatok arra, hogy abban a pillanatban valahol az országban összebújva 2, 3, 4... vagy akár 5, illetve nem tudjuk, hogy Csabi kit hoz, lehet, hogy 10 ember ugyanazt a filmet nézi, amit ti. És ebben a pillanatban egy kicsit így a lelkünk így összeér. Bizonyám. Csabikám,
Mert ha három, akkor az csak a Prügyi trió lehet. Prügyi trió, igen. Neked is boldog ünnepet. Nagyon szépen köszönöm, és én még annyit szerettem volna elmondani itt a hallgatóknak, mert róluk sem feledkezünk meg, hogy itt egész nap megy tovább ez a játék, a minden nap karácsony, és minden órában lehet 50 000 forint értékű szállodai jutalmányt nyerni még a mai napon is. Én ezzel kívánok nektek is nagyon boldog karácsonyt. Kegyelet teljes ünnepet kívánom mindenkinek. Nem kegyelem? Boldogság. Kegyelet, vagy kegyelem, többféleképpen kegyelet, az jobb szerintem. 10 óra van, pontosan Csabi jön a kívánság műsorral, januárban jövünk. Szevasztok! Sziasztok!